Szeretettel üdvözlök mindenkit, Szabó Bálint vagyok, a Down to Earth sorozatnak a egyik kurátora. A másik kurátor, Miklós Völgyi Zsolt jelenleg az Egyesült Államokba tartózkodik, úgyhogy így nekem jutott ez a megtisztelő feladat, hogy egyedül is megpróbáljak megszervezni egy ilyen eseményt. Hát másfél év szünet után térünk most vissza, most nem tudnám pontosan visszatekerni, hogy miért maradt ki ennyi idő, de lényeg, hogy itt vagyunk, és terveink szerint folytatni fogjuk. Ez lesz ugye a 6. alkalom, és az Amazónia lehelete címet választottam az eseménynek, ami a mögöttem ülő Jean-Michel Baudet könyvének címét viseli egyébként. Kicsit nehéz is volt, mert Souffle d'Amazonie, c'est le titre. Tehát franciául ez a cím, de magyarul kicsit nehéz volt lefordítani, úgyhogy, mert ez a lehelet, ez egy kicsit ilyen furcsa szó, na mindegy. És a témánk, hát aki nem olvasta az esemény leírást, röviden elmondom, tehát Amazóniába fogunk utazgatni, és három törzsnek a életébe teszünk nagyon rövid bepillantást. Az első előadást a mögöttem ülő Jean-Michel Baudet fogja tartani, aki etnomuzikológus, nem csak a zene antropológiájával, hanem a tánc antropológiájával is foglalkozik, ez az ő szakterülete, és 40 éve foglalkozik amazóniai indián kultúrák vizsgálatával. Ezen belül is Francia Guyanában és Bolíviában folytatott terepmunkákat különböző népcsoportoknál. Ma a francia guyanai Wayampi népcsoportról lesz szó, és Bolíviában élő Csakobó népcsoportról. Egyébként ő a Parinanter Egyetem tanára is, azt hiszem, hogy most ment pont fél éve nyugdíjba, de a mai napig aktív, és 10 doktorandusz hallgatója van. Egyebek mellett egyébként én is doktori hallgatóként már most, így 2 nap alapján, mióta itt van, nagyon sokat tudtam tanulni tőle. És akkor Jean-Michel Baudet előadása után rögtön kinyitjuk a kérdést a közönségnek, tehát bátran kérdezzetek tőle, használjátok ki, hogy itt van egy ilyen kaliberű kutató, és utána pedig Szeljak György fog, a Néprajzi Múzeumból érkezett, ő az amerikai gyűjteménynek a muzeológusa, és nem mellesleg Boglár Lajos tanítványa, a kulturális antropológia szakot, ugye, aki létrehozta, arról a Bogláról van szó, és Gyuri is antropológusként is, tehát gyakorló antropológus, Mexikóban folytatott terepmunkákat, de most nem a saját munkájáról fog beszélni, hanem Boglárnak a Piaroa népcsoportban folytatott kutatásairól, azon belül is egy szertartásai, Varima nevezetű szertartásról fog mesélni. És akkor mindezek után ugyanúgy kinyitjuk a közönségnek a kérdezés lehetőségét, és mindezek után zárásképpen lesz egy kis hungarofuturista performance, amit Kazimir Soma és Holt Lenszky költő testvéreink fognak celebrálni. A magyar-indián szív felébresztéséről. Úgyhogy mindenkinek tanácsolnám, hogy amíg bír ülve maradni, maradjon, és nem tartunk szünetet, mert nem lesznek egyébként hosszúak az előadások, és a végén a performance is egy ilyen celebratív lezárása lesz az estének. Úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok, és akkor átadnám a szót Jean-Michel Baudet-nak, hogy kezdje el az előadását. Köszönöm. Merci. Thank you. Oatepinui. Peut-être que c'est bien de commencer à vous parler dans une langue d'Amazonie. Oatepinui, ça veut dire est-ce que ça va? Oatepinui, est-ce que vous allez bien? Oate, ça va, Pilouni, tous. Hein? Voilà, c'est bien, je suis assez content de peut-être de faire entendre ici
un Budapest, une langue d'Amazonie. C'est-à-dire que vous, ici, qui vous êtes déplacé pour entendre, et je vous remercie de votre présence, que vous entendiez des mots, des expressions, des sons de langue qui viennent d'Amazonie. Hein. Oate Pungui, ça veut dire est-ce que ça va? C'est dans une langue Tupi-Guarani, hein, une langue assez connue et très répandue en Amérique du Sud. Voilà, pour commencer. Je voudrais d'abord, bien sûr, remercier l'Institut français pour son invitation. Hein, je suis très content d'être ici. Je ne connais pas du tout la Hongrie, la Budapest. Et je suis très content de venir ici sur cette invitation. Je voudrais remercier donc l'Institut français, Sophie Cellier en particulier, et puis bien sûr Balint, qui est mon ami maintenant, je le connais depuis 2 jours, mais c'est mon vrai ami. Hein. Il est tout, à la fois un grand musicien, un grand anthropologue, un grand musicologue, tout ça. Et donc je suis très content de l'avoir connu, nous avons déjà bien parlé ensemble. Je vais donc vous parler ce soir de musique amazonienne, de musiques amazoniennes, hein, des musiques d'Amazonie. Et j'avoue que cela est un peu étrange pour moi d'être ici, en Hongrie, au centre de l'Europe, vous connaissez mieux que moi ce petit pays au centre de l'Europe, pour parler de musiques qui viennent d'Amazonie. Pour moi, il y a, dans ma tête, hein, je suis ignorant, hein, il n'y a pas de lien entre l'Amazonie et la Hongrie. Hein, pas de lien géographique, pas de lien politique. La France a colonisé une partie de l'Amérique, mais la Hongrie n'a pas colonisé l'Amérique. Donc il n'y a pas de lien politique, hein, que je sache. Il n'y a pas de lien géographique non plus, il n'y a pas de frontière commune entre l'Amazonie et la Hongrie, hein, c'est même assez loin. Et donc, pour moi, c'est étrange de venir vous parler d'Amazonie ici. Deux choses pourtant. D'une part, le travail de Jos Bogla et István Halmos, dont on vous parlera tout à l'heure, dont Yuri vous parlera tout à l'heure, hein, et qui peut faire ce lien. Vous avez ici des éminents scientifiques qui sont allés en Amazonie et qui ont fait un très bon travail, hein, d'ensemble. Et je pense que tout à l'heure, vous en entendrez parler de manière plus précise. Autre chose, le lien aussi vient de la musique elle-même. Comme vous savez, le son, même s'il n'est pas universel du tout, s'il change complètement d'une culture à l'autre, le son passe les frontières. Hein, et ça peut être un sujet de conversation très intéressant entre nous après, si vous voulez. Hein, la musique passe par-dessus les murs, hein, passe par-dessus les murs, passe par-dessus les frontières. Et ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup aussi. Et puis, enfin, troisième chose que Balint m'a appris, c'est qu'il y a ici, à Budapest, une sorte d'intérêt pour les cultures amazoniennes, pour les cultures amérindiennes, celles d'Amérique du Nord, celles de l'Amérique centrale et celles d'Amérique du Sud. Et peut-être que cet intérêt, donc votre curiosité, justifie à elle seule qu'on vous parle, qu'on vienne vous parler de l'Amazonie. La difficulté réelle que j'ai rencontrée pour préparer cette présentation ce soir, c'est que l'Amazonie, c'est très grand et qu'il y a de très nombreuses cultures, des centaines de cultures différentes, de langues différentes, et que chacune sont différentes. Nous pourrons même en parler peut-être à la fin. Pour moi, il y a plus qu'une différence. Il y a une différenciation, il y a une sorte de volonté d'être différent du voisin, volonté d'être différent des autres. Et cette énergie de différenciation, c'est une énergie que j'appelle politique, hein. C'est une manière de se défendre. Hein. Ils ne sont pas un, ils ne sont pas unifiés, ils sont contre l'unification. Ils travaillent quotidiennement, ils travaillent pour la diversification culturelle et politique. Et je crois qu'une de leurs grandes forces est dans la diversification. Hein? C'est une question politique très intéressante, mais nous pourrons en reparler si vous avez des questions là-dessus. Donc, je ne vais pas vous présenter un tableau
générale de la musique d'Amazonie. D'abord parce qu'elle n'existe pas. Je vais essayer de vous donner des aperçus, des petits éclairages sur certains éléments de la musique d'Amazonie, des musiques d'Amazonie, et peut-être que ça vous donnera une image de toutes ces différences, de toutes ces, d'un peu comment c'est. Hein. Il y a une contradiction, même dans ma manière de je fais de la musicologie en Amazonie depuis 40 ans, plus de 40 ans, et j'ai travaillé aussi dans les Andes, dans les hautes terres d'Amérique du Sud, et il y a quelque chose d'un peu étrange, c'est-à-dire qu'à la fois, les musiques d'Amazonie sont très différentes les unes des autres, et en même temps, je les reconnais tout de suite. Ça, c'est une musique des Andes, des montagnes, ça, c'est une musique de la grande forêt. Je l'entends tout de suite, et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, avançons. Donc ces musiques sont différentes les unes des autres et elles sont aussi changeantes, c'est très important. Même si je vais vous parler de choses qui vont vous sembler très traditionnelles, très anciennes, tout ça, en fait c'est des musiques qui se transforment et qui changent, hein, et qui changent dans le temps, hein. Le même peuple, le même village va tout en disant, ah lui, j'ai entendu souvent ça, hein, un monsieur qui disait d'un autre, lui j'aime bien comment il chante. Parce que lui, il chante comme les anciens, comme les gens d'avant. Et en même temps, c'est pas vrai. Les choses changent. C'est comme avant, mais ça change. Voilà. On va donc commencer par un son très impressionnant. C'est un son un peu vedette. C'est un peu comme un grand standard de jazz ou quelque chose comme ça pour les musiques d'Amazonie. Et je ne vous en dis pas beaucoup. Je vous dis simplement que le morceau que nous allons entendre, la pièce musicale que nous allons entendre, est intitulée Le Toucan, comme l'oiseau, le toucan, et fait partie d'un ensemble de pièces, d'une suite, comme une toccata de Bach, c'est une suite comme ça, d'une vingtaine, 25 pièces peut-être, et que cette suite s'appelle la suite de l'Anaconda. Donc on va entendre Toucan d'Anaconda. J'arrête ici, j'ai arrêté la musique dans son milieu. En fait, c'est une musique qui dure longtemps, ça peut durer 10 minutes comme ça. Hein. Il répète, vous avez repéré, il y a un seul thème. Pam, 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 pam. Et ça, pam, 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 pam. Et ça, ça dure, c'est, se répète, ce thème-là, il se répète égal à lui-même pendant 10 minutes. Hein. C'est une des... Un des principes fondateurs de cette musique-là, c'est une répétition stricte. Hein, je vais en parler un petit peu après. Mais tout d'abord, d'où vient cette musique? D'où ça sort? D'où ça vient? Si on écoute les grands-mères et les grands-pères, Wayampi, je vais vous dire peut-être d'où ça vient. Déjà, d'où ça vient en vrai. Attendez. Ta-da-da. Je suis très mauvais avec les ordinateurs, mais on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Top. Hop là, voilà. Chic. C'est ça. On voit quelque chose? Vous avez une carte, là. Donc, ça vient de
là, ah, faut m'en descendre un peu. Un peu ici. Là, attends, je vais faire. Voilà, comme ça. Oui, ok. Hein? Et donc les voyants pi, vous voyez un peu où c'est? C'est par ici, là. c'est au sud, ça. Peut-être qu'on va voir ça avec ça. Hein? C'est voyant pi, c'est ici, voilà. Hein? Voyant pi, je crois que c'est là. Hein? T'es quoi, voyant pi, voilà. Hein? C'est là que ça a été enregistré. Là où il y a le truc. Hein? Ici, c'est là que ça a été enregistré. Hein? Bon. Mais si on demande dans ces villages, sur le fleuve Oyapok, en haut du fleuve Oyapok, si on demande aux grands-mères et aux grands-pères, mais d'où ça vient cette musique, il ou elle raconte l'histoire suivante. Un jour, il y avait un homme donc, qui a eu son premier fils. Hein, son premier fils est né. Hein, et dans ces cas-là, il faut faire un rituel qui s'appelle la couvade, et le rituel où l'homme fait une sorte de reconnaissance de paternité en s'isolant. Hein, il s'isole, il se met dans un hamac, il s'allonge dans le hamac, et puis il mange que des petites galettes de manioc, un petit peu de poisson blanc, il se laisse maigrir, il boit un peu d'eau, il bouge surtout pas, il fait aucun effort violent, aucun geste violent, et surtout il ne va jamais au bord de la rivière parce que ça attirerait les monstres. Et ça pourrait être dangereux pour l'enfant. Donc il s'affaiblit, et à la fois il s'affaiblit pour attirer les forces dangereuses de la forêt contre lui, les détourner de son bébé, et en même temps, ces actions-là lui permettent de reconnaître publiquement, socialement, qu'il est le père de cet enfant. Je reconnais être le père de cet enfant. Donc, un jour, un homme a eu, c'était il y a très longtemps, hein, il a eu son premier fils, et il n'a pas respecté la couvade. Un jour, il en avait marre, il avait trop chaud, il n'en pouvait plus, tout ça, il est descendu de son hamac, et il a voulu aller se baigner à la rivière. Arrivé à la rivière, il y a une femme qui sort de l'eau, une femme anaconda, qui sort de l'eau et qui lui apporte une calebasse, un grand pot comme ça, avec de la bière de manioc dedans. Et elle lui donne. Lui, il boit la bière de manioc, il rend à la femme, et la femme lui dit « Je suis une femme anaconda, reviens demain et je t'emmènerai dans mon village. » Et elle s'en va, elle repart dans l'eau. Lui, il rentre vite, il a eu peur, il rentre dans sa maison, il raconte ça à son frère, et son frère lui dit « Ah, mais moi je vais y aller, moi j'ai pas peur, moi je vais y aller. » Et donc le lendemain, c'est le frère qui va au bord de la rivière, et qui attend, et la belle femme sort de la rivière, comme ça, avec une calebasse de bière, de manioc, et elle lui dit « C'est pas toi qui étais là hier, mais ça fait rien, je te bois la bière et je t'emmène chez moi. » Lui, il boit la bière de manioc, et puis il suit la femme qui a sa pirogue, et sa pirogue, c'est un caïman, hein, un crocodile, un caïman. Et donc, il monte sur le caïman, et puis le caïman avance et plonge au fond de la grande rivière, et va jusqu'au fond de la rivière où il y a le village des anacondas. Et elle arrive, abtenant le garçon avec lui, elle dit, il y a son père qui regarde comme ça, imaginez, un beau-père qui voit arriver un étranger comme ça, un garçon étranger, et bien sûr, il fronce le sourcil. Et elle dit, c'est mon mari, voilà mon mari. Elle est toute contente, elle a trouvé un beau garçon, elle est toute contente, voilà mon mari. Alors le père dit, on va voir ça, est-ce qu'il sait faire de la musique au moins, hein? Moi je veux bien un gendre, mais je veux qu'il sache faire de la musique. Et donc, assieds-toi ici. Il s'assoit, le pauvre garçon, il commence à avoir un peu peur quand même, il est au milieu d'un village où il n'y a que des anacondas, et le beau-père lui donne des clarinettes tout lait, ce qu'on vient d'entendre, hein, il lui donne ça. Et lui, là, il est terrorisé, il regarde la fille, il lui dit, moi je ne sais pas jouer ça, tout ça, et la fille dit, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va marcher. Alors il distribue les clarinettes tout lait, les clarinettes tout lait à tous les autres, et il commence à jouer, et ça marche, et tout va bien. Et tout se passe bien, et tout le monde est content. Alors il reste là, dans le village des anacondas, il reste avec la fille, c'est l'amour, tout va bien, et puis il reste longtemps, et puis la fille devient enceinte, la femme devient enceinte, et elle accouche d'un bébé. Alors tout le monde va bien, et après, et je ne vais pas raconter tout, c'est assez long, hein, à un moment donné, il dit, je voudrais aller retourner dans mon village, il dit le garçon, pour l'homme, pour montrer le bébé à ma famille. La femme anaconda, elle dit « Oui, d'accord, allons-y. » Ils remontent jusqu'au village, et quand ils sortent de l'eau,
La femme anaconda, elle dit, bon, va montrer ça à ta maman, mais dépêche-toi parce que moi, je ne peux pas rester longtemps hors de l'eau. C'est un peu comme la sirène, l'histoire de la sirène en Europe. Je ne peux pas rester longtemps hors de l'eau. Donc, dépêche-toi, tu vas montrer le bébé à ta maman et tu reviens vite avec le bébé. Et lui, il y va et la maman, elle est là. Ouh, qu'il est beau ce bébé. Et elle ne veut pas rendre le bébé. Et la maman, elle pleure. Reviens, viens, rapporte-moi mon bébé. Ça devient tragique. Et la belle-mère ne rend pas le bébé. Elle garde le bébé avec elle en disant « Oh, qu'il est beau !» comme ça. Et finalement, la maman est obligée de partir et elle retourne au fond de l'eau dans le village des anacondas. Vous voyez ? Et donc là, il y a eu une rupture, quelque chose d'assez terrible. Hein, l'histoire est finie. Hein, je peux commencer à l'interpréter. Il y a eu une rupture d'alliance. Hein, les hommes ont rompu l'alliance avec les anacondas. Et depuis ce temps-là, les anacondas sont fâchés avec les humains et avec les humaines. Ils sont fâchés. Mais cet homme a rapporté la musique de village des anacondas. Et donc, on sait jouer aujourd'hui cette musique-là. Mais il faut faire très attention. Parce que si on se trompe, si on joue mal, les anacondas vont être fâchés et ils vont rendre les musiciens malades. Et ça peut être très, très mauvais. Ouais. Ça, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Voilà. Alors, ça c'est l'histoire qui raconte un peu d'où vient cette musique-là. Maintenant, peut-être que c'est important pour avancer, pour comprendre un peu ce que c'est que cette musique-là, de partir directement des choses bien concrètes, c'est-à-dire des instruments eux-mêmes. Hein ? Alors, les instruments... Ce sont ce que les musicologues appellent des clarinettes, c'est-à-dire des grands bambous. En l'occurrence, ce sont des grands bambous verts. Est-ce qu'on les voit là ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Ils sont en train de jouer là. Hein ? C'est des grands bambous verts, hein, dans lesquels il y a une anche, hein, une languette, une petite languette, qui vibre. Hein, et les musicologues appellent ça des clarinettes. Je vais vous montrer d'autres. Est-ce qu'on peut. Toc. Non, comme ça. Il faut que j'arrête ou faut que comment je vais à la suivante? Ouais, ta main. Ok. Ah là, ça tournait. Il a tourné. Bon, ça fait rien. Donc ça, c'est un ensemble. Hein, les instruments pour l'orchestre, ce sont toutes des clarinettes. Je vais continuer à avancer. Des grands. Donc ce sont des grands bambous dans lesquels il y a une anse. Je vais essayer de. Je vous ai préparé ça. J'espère que. Voilà. Là, on voit un petit peu, hein, la languette qui dépasse ici. Hein. Et lui, c'est un des musiciens. Il est décédé maintenant, et c'était un de mes amis, un beau-frère. Hein, et il s'appelle Ilipe. On va le revoir tout à l'heure, si je suis pas trop bavard. Je vous montre d'autres photos qui nous permettra de voir ce que c'est. Y arriver. Hein. Voilà. Hop. Voilà, je fais passer une coupe, hein, qui permet de comprendre comment ça marche. Hein, de comprendre comment ça marche. Donc vous voyez, il y a une languette, hein, qui elle-même est une sorte de clarinette. C'est en roseau, un roseau qui est à l'intérieur du bambou. Ce qui est important de voir, ce que vous voyez peut-être et que vous allez peut-être voir sur les photos suivantes, c'est que... C'est que ces instruments, chacun de ces instruments, ils n'ont pas de trous de jeu. Hein, ce n'est pas comme une flûte avec différents trous. Hein, c'est-à-dire que chaque instrument, chaque clarinette, ça s'appelle des toulets, chaque toulet n'émet qu'un seul son. Un seul son. Et donc, pour faire le thème que vous avez entendu, pam, 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 comme ça, là, il y a quatre parties musicales, quatre notes, ce ne sont pas vraiment des notes, mais enfin bon, hein, quatre parties musicales, elles sont réparties entre les différents musiciens. Et c'est assez complexe, je ne vais pas vous raconter tout maintenant, ça prendrait trop de temps. Mais disons que là, il y a certains des musiciens, celui qui est juste en face, là, ici, celui-là, et avec les autres, non, ils sont où ? C'est lui-là. Celui qui est ici, là, c'est lui qui est le meneur. C'est lui qui joue la clarinette la plus petite. En plus, c'est une photo où ils sont en train de jouer, pas du tout le toulet d'anaconda, ils sont en train de jouer la danse des poissons.
Hein? Et donc c'est une danse qui est encore plus complexe. Il y a 6 parties musicales, pas 4, il y a 6 parties musicales. Et donc lui, le meneur, c'est lui. Hein? Et donc les meneurs jouent une clarinette, quelquefois 2. Hein? Et puis les autres jouent aussi une clarinette. Mais il y en a plusieurs, mettons tous ceux-là qui sont ici, là, eh bien, qui jouent la même partie musicale. Ça fait un gros pain, vous avez entendu pain, 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 comme ça. Hein. Ça, c'est joué par plusieurs musiciens en même temps. Hein. Voilà. Et donc, c'est une musique que j'appelle à partie alternante, à partie musicale alternante, ou à partie musicale entrecroisée. En anglais, on dit interlocking parts, interlocking parts. Il y a un mot dans la musicologie européenne pour ça, parce que c'est un procédé musical qui existait dans la musique européenne, du Moyen-Âge en particulier, et qui s'appelait le hoquetus, le hoquet, hein, hoquetus. Hein. Et certains de mes collègues musicologues emploient ce terme-là, mais moi je préfère employer un terme vraiment neutre, qui n'est pas corrélé à la musique européenne, hein, et j'emploie plutôt partie orchestrale alternante ou partie orchestrale entrecroisée, interlocking parts. Ce qu'il faut retenir de cette organisation orchestrale, du fait que chacun de ces bambous, de ces clarinettes en bambou, n'a pas de trou de jeu, n'émet qu'un seul son, et que l'ensemble, hein, et la musique ne peut sortir que par une sorte d'alternance, hein, entre les différents musiciens, c'est que ça demande une sorte de coordination entre les musiciens qui est très particulière. Il faut vraiment écouter les autres et partir, raconter une chanson à plusieurs à la fois. Hein. Certaines personnes, parlant des gamelans de Bali ou de Java, disent que ce sont des instruments de musique, plus un seul instrument, ces orchestres, c'est un seul instrument joué par plusieurs musiciens. On pourrait dire ça aussi. Hein. Ici, on a comme un seul instrument joué par plusieurs musiciens. Et donc, ça demande une coordination particulière. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu des jeunes gens de 16 ans, des garçons de 16 ans qui apprenaient à jouer cette musique-là. Ils étaient là, ils rentraient dans l'orchestre, on en verrait peut-être, il y en a celui-ci peut-être, il ne sait pas très bien jouer encore à ce moment-là, les autres ils savent, ils sont plus âgés. Et donc, ils peuvent, quelquefois ils se trompent, ce n'est pas très grave. Et j'ai vu leur réaction. Ils sont là, ils souffrent trop tôt, ou ils souffrent quand il ne faut pas. Alors, ils rigolent, ils se jettent en arrière, ils disent « Ah non, hein, comme ça ». Et en fait, ce qu'ils apprennent, c'est une forme de coordination. Ce sont des gens très individualistes. Et là, on peut dire que cette musique-là est une des manières pour eux de se socialiser. Une des manières pour eux d'apprendre à être dans une famille, hein, d'apprendre à se coordonner avec d'autres personnes. Hein. Et donc, c'est important, ce que j'ai là m'importe beaucoup, ce que je viens de vous raconter, parce que ça, j'aime bien partir ainsi directement de l'objet, de l'instrument de musique, hein, la clarinette, hein, le bambou avec l'anche dedans, et arriver tout de suite à l'organisation sociale. On voit tout de suite que la manière dont est faite cet instrument de musique crée un certain type de relation sociale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dès le début. Je regarde s'il y a d'autres photos. Si j'y arrive, toc. Voilà, c'est la même soirée avec ici, lui, il s'appelle. Son nom m'échappe. Lui, c'est mon grand copain. Il s'appelle Kwataka. Lui, il s'appelle. C'est le chef du village, de ce petit village-là où on était. C'est le fils de Pina. Et il s'appelle Maipouli. Il s'appelle Maipouli. C'est un homme très important. Voilà. Lui, c'est Akeke, le garçon. Ça, c'est pas là. Voilà, bon. C'est important de donner les noms des gens, je crois. Hein, de ne pas parler trop à leur place et de montrer qui sont là. Voilà, donc ça, c'est une photo assez classique pour moi aussi. Et donc, vous avez ces deux musiciens, ils connaissent très bien. Les deux ici, là, ces deux-là. Lui, il s'appelle Wulapile. Wulapile, ça veut dire plume d'oiseau. Et lui, il s'appelle Yawalu, ça veut dire un gros jaguar. Ce sont des sacrés noms. Hein. Ouais, bon, et lui, il s'appelle Kwataka, c'est une grenouille. Voilà, c'est lui, mon grand ami. Voilà.
Non, je ne vais pas parler des sensations, ça va être, on va aller trop loin. Musicalement aussi, peut-être une chose à dire, hein, du point de vue de la musique, ce qui est intéressant, vous avez peut-être repéré, on va réentendre un peu ça, c'est que le son est très stable. Pam, 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 pam. Et ça dure pendant 10 minutes et il n'y a aucune variation de souffle. Aucune, il n'y a pas de crescendo, il n'y a pas de décrescendo, il n'y a pas d'ajout de notes, il n'y a pas de suppression de notes. Hein. C'est la même chose, strictement identique, avec la même force, la même intensité. C'est une répétition très puissante, une répétition que je dirais massive. Hein. Pam, 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 ça pendant 10 minutes. Hein. Et vous voyez, je ne sais plus si j'ai d'autres, qu'est-ce que j'ai d'autre. Vous regarderez après pour la suite, on va voir après. Vous regarderez quand les gens jouent, ils ont la bouche, hein, la bouche en langue Wayampi, en langue Tupi, ça se dit Yulu. Et l'embouchure de l'instrument, là où on souffle, se dit Yulu. Pareil, embouchure Yulu. C'est un peu comme en français, bouche, embouchure. Yulu, Yulu. Et ils jouent comme ça, et ils sont toujours, ça ne bouge pas. Pendant les 10 minutes, ils sont là, comme ça. Hein, il y a une espèce de... Et c'est très tranquille. C'est une manière de jouer qui est très tranquille, très calme. Ils ne se fatiguent pas, ils peuvent jouer pendant toute la nuit sans se fatiguer. Hein. Et il y a une espèce de très grande stabilité. Ça exprime aussi ça. Une stabilité du timbre, une stabilité de la sonorité, une stabilité de toutes les composantes musicales de cette musique-là, tout ça contribue à fabriquer quelque chose de très stable, hein, toujours. On va essayer de voir, je crois que ce qui vient après comme exemple, c'est un exemple où on les voit en train de... c'est la vidéo, on les voit en train de jouer. Sauf qu'il n'y a pas de son là. Vous voyez qu'ils gardent le toulet comme ça, hein, le toulet, ces clarinettes, ils les gardent toujours avec eux. Hein. Celui qui est le premier, au premier plan, il s'appelle Tatou, hein, c'est un chaman, on va parler de chamanisme peut-être tout à l'heure, lui c'est un des chamans du village. Le deuxième, il s'appelle Ilipe, c'est un autre chaman. Hein. Et le troisième, celui qui est là, ici, là, le troisième, lui, c'est Jackie, hein, et lui, c'est le chef politique du village. Voilà. Ça, c'est des plus jeunes. Hein, voilà. Ok. On va essayer de regarder si l'autre, on peut voir la suite. Je me permets de couper.
et je demande des excuses à mes amis qui sont en train de jouer, mais c'est que je voudrais vous dire d'autres choses, vous faire entendre d'autres sons, et que le temps avance. Je suis toujours trop bavard. Alors, on va écouter une autre musique. Vous voyez, cette musique-là qu'on vient d'entendre, c'est Toulé, ces grandes clarinettes en bambou, c'est une musique de faction. C'est-à-dire, si on se pose la question, qui sont les musiciens, hein? Eh bien, la plupart du temps, les musiciens sont les gens d'un même groupe, un même quartier du village, si vous voulez. Hein? Ils sont ensemble. Hein? Et c'est plutôt une musique que j'appelle une musique intermédiaire. Hein? Une musique qui n'est pas une musique solo, ni la grande musique cérémonielle. C'est une musique entre les deux. Hein? Entre les deux. Et donc maintenant, je vais vous faire écouter une musique solo. Hein, une musique que je trouve très belle, hein, et on vous demandait même de baisser la lumière tout à l'heure, hein, et c'est une musique qui est une musique intime, une musique où les hommes, c'est de la flûte, hein, c'est une flûte à 5 trous de jeu, je crois, et qui s'appelle Yemi Apetekwa, et qui est jouée par Ilipe. On va seulement entendre le son, et c'est une musique qui est intime et qui est une manière de parler, là encore, de parler surtout avec lesquelles les hommes parlent aux femmes. Le plus souvent. Hein, ils parlent à leur amante, ils parlent, et c'est encore un son, ils peuvent être dans leur hamac, hein, ils peuvent être dans leur hamac, dans leur maison, et ils jouent de la flûte, et leur maîtresse, leur amante, elle est 5, 6 maisons plus loin, 7 maisons plus loin, et elle entend, et elle sait que c'est pour elle. La musique qu'on va entendre, elle s'appelle Oso Oke Upa, Tapii Oso Oke Upa, il dort comme le tapir. C'est une manière métaphorique de dire il fait l'amour aussi fort qu'un tapir. Le tapir, c'est le plus gros mammifère d'Amazonie, et donc forcément, c'est un symbole sexuel, hein, ça rate pas, hein, forcément. Et donc, cette chanson, elle reprend ce symbole-là, et elle dit il dort aussi fort qu'un tapir. Voilà. Mais si vous allez voir, c'est une musique qui est surtout, pour moi, très belle. Encore, j'ai arrêté avant la fin, ça dure encore une minute, et je vous prie de m'excuser, parce que, voilà, une musique très tranquille, hein, et que, vraiment, on le perçoit, elle appartient à l'intime, hein, c'est une musique qui parle d'intimité, hein, et qui est, c'est aussi un objet d'échange, hein, de même que tout à l'heure, ce qu'on a entendu, la musique qu'on a entendue, le toulé de l'anaconda, ça a été un objet d'échange, entre les anacondas et les humains. De même, ça, c'est un objet d'échange. Ce solo de flûte que nous venons d'entendre est un objet d'échange intime entre un homme et son amoureuse. On va changer maintenant, en restant toujours chez les Wayampi, chez les mêmes personnes, on va entendre l'autre musique, la musique où il y a du monde, hein, la grande musique, la musique de danse, vraiment, qui est faite vraiment pour danser. Et j'ai fait ça surtout peut-être pour mon ami Baline, parce que je ne sais pas s'il la connaît, et où il y a du son, où le son est assez extraordinaire. Il faudrait que, pour vous raconter, pour vous dire qu'est-ce qu'on va entendre,
je crois qu'il faudrait que je vous raconte encore une histoire. Les grands-mères et les grands-pères, Wayampi, disent qu'il y a très longtemps, les oiseaux n'avaient pas de couleur. Vous imaginez bien qu'en Amazonie, les oiseaux, ils ont des tas de couleurs différentes. Hein, et c'est très joli, hein, du blanc, du rouge, du jaune, de toutes les couleurs. Mais on dit que dans les temps primordiaux, les oiseaux étaient gris, gris-vert. On peut savoir, parce qu'il y a un oiseau qui est encore comme ça maintenant. Hein, ils n'avaient pas de couleurs. Et pourtant, ils voyaient les couleurs. Ils voyaient les couleurs, ils voyaient l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, on dit que c'est l'anaconda, encore lui, l'anaconda qui se dresse dans le ciel. Et l'anaconda, lui, donc, il a toutes ses couleurs en lui. Et les oiseaux, ils regardaient ça et disaient, mais comment on pourrait faire pour prendre les couleurs à cet anaconda qui est très puissant, qui est un animal énorme, très puissant, très dangereux, mais qui est aussi avare, qui reste, qui garde ses couleurs en lui. Alors ils réfléchissent comme ça et disent, on va le faire rire. Et donc, il y avait un gros anaconda là, qui était justement là, et les oiseaux se mettent autour de lui et commencent à faire les clowns. Ils commencent à danser, à sautiller, à faire les trucs. L'anaconda ne riait pas. Alors, il demande au... c'est un agami, c'est une sorte de petite grue, un oiseau, une grue comme ça, qui est très soupolet, comme on dit. Enfin, il est là, il marche comme ça, puis il prend une feuille, il jette la feuille en l'air, il rattrape la feuille et tout ça. Il fait l'idiot, quoi. L'anaconda ne rit pas. Après, il y en a un autre, il y a d'autres oiseaux qui viennent, qui font les idiots, les imbéciles, ils font les guignols. L'anaconda ne rit pas, il est toujours fermé. Vous voyez un poisson, un serpent, comme ça. Et arrivent des colibris, des oiseaux-mouches. Hein, vous savez, ces oiseaux qui volent comme ça très vite, là. Et c'est des tout petits oiseaux, les plus petits. Anaconda, énorme. Colibris tout petits. Et deux colibris font une danse d'amour. Ils commencent à se tourner autour, ils se piquent, ils se font des bisous, comme ça. Et puis ils s'en vont, hein, et puis ils reviennent, et puis ils se repassent dessus, et ils remontent, ils redescendent, et comme ça. Et là, l'anaconda, il voit ça, et il sourit. Alors, à ce moment-là, les colibris arrivent, ils foncent dans sa bouche, ils lui piquent la langue, et ils tirent la langue. Ils tirent la langue de l'anaconda. Comme ça. Et tous les oiseaux arrivent et ils tirent la langue de l'anaconda, ils tirent l'anaconda comme ça, et ils tirent tous ensemble. Et de tirer très vite, ils étripent l'anaconda. Ils sortent, ils retournent complètement tout son estomac, ses intestins, ils sortent tout l'anaconda. L'anaconda meurt et il y a toutes ces tripes qui sont sorties là, comme ça. Et imaginez, et il y a tout ce qu'il y a dans ces tripes, c'est-à-dire du caca d'anaconda, de la merde d'anaconda. Imaginez. Gigantesque de dizaines de mètres, 12 mètres, 15 mètres, c'est mythique, hein, un anaconda mythique, de la mer de mythique, si vous voulez, c'est énorme, hein, c'est énorme et très coloré. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des excréments de serpents, mais c'est irisé, hein. Il y a une espèce de pellicule dessus, hein, et fait que ça brille, et que quand vous regardez sous un certain angle, vous voyez comme un arc-en-ciel, hein, sur des excréments de serpents. Et donc là, c'est ça qu'ils avaient, une masse énorme d'excréments de cet énorme anaconda irisé comme ça. Et donc tous les oiseaux arrivent et picorent les couleurs. Les couleurs sont là, le trésor était là, le trésor de couleurs était là. Et donc ils picorent ces couleurs-là, ils les picorent comme ça et ils choisissent. Alors il y en a un qui dit « Ah ben moi je vais me choisir du blanc, je vais mettre ici ». L'autre il dit « Ah mais non, moi je vais me faire du rouge ici ». Du rouge au bout des ailes, et chacun choisit ses couleurs, et donc là, on est encore dans ce mythe, cette histoire, raconte le principe de différenciation, hein, de classification et de différenciation, hein, à partir de ces couleurs-là. Bon, et après ça, les oiseaux, une fois qu'ils sont tous colorés, ils dansent toute la nuit ensemble, et puis, lorsqu'ils ont dansé, ils volent tous ensemble jusqu'à la mer, et à la mer, ils se baignent dans la mer, et ça fixe. Ça fixe les couleurs restent après tout le temps. Sauf, il y en a un, je crois qu'il est resté un peu idiot, quoi. Il est resté, il a dû s'endormir, il n'est pas allé avec les autres, il est resté, et donc il s'appelle Colo Colo, c'est un ibis vert, hein, et donc lui, il a gardé les couleurs d'avant. Donc quand on voit cet oiseau-là, on sait quelle couleur avaient tous les oiseaux avant. Hein, il est gris-vert, anthracite vert, comme ça, voilà. Bon, et donc ce qu'on va entendre, c'est cette histoire-là que je viens de vous raconter, mais mise en musique et mise en danse. Et donc vous allez entendre des instruments de musique, vous allez tout de suite repérer, certains représentent l'anaconda et les autres représentent les oiseaux. Hein, et les gens dansent, on va vous montrer la danse après. Et en même temps,
il faut, c'est systématique dans ce rituel, il faut faire rire. On doit essayer de faire rire l'anaconda. L'anaconda, c'est-à-dire les deux hommes qui souffrent dans des grosses trompes. Bon, ils sont là, ils souffrent, ils sont sérieux. Hein, ils sont sérieux. Et les autres essayent de, ils font des blagues rituelles, on peut dire. Hein, ils sont obligés, et des blagues les plus grossières, hein, tout ça. Je peux vous garantir que ça y va, là. Hein, et il s'agit de faire rigoler les deux autres. Et là, ils arrivent un petit peu. Donc, vous allez entendre, ils vont jouer d'abord un son extraordinaire, hein, et ensuite, après, des gens qui essayent de rigoler. C'est la suivante. Next one. Non, ça c'était lui qu'on voit. Donc voilà, dans ce bruit-là, il est là. Encore trop tôt. Hein. Donc, vous avez, j'imagine, tout de suite repéré les grandes trompes. Je vais voir si j'ai une photo. Peut-être que j'ai une photo hein, de ça, où il y a les grandes trompes. Oui. Voilà, on voit la photo. Donc, vous voyez, les deux grandes trompes hein, qui jouent, qui sont sur votre gauche, hein, les deux grandes trompes et qui, évidemment, représentent l'anaconda. Oh, oh, comme ça. Et toutes les autres, ce sont des flûtes de pan. Hein, des flûtes de pan qui représentent les oiseaux. Hein. Et j'imagine que Balint, tu seras d'accord, il n'y a pas pour ce qui est des échelles, on est loin d'une échelle occidentale, là, on est très loin d'un son complètement différent. Voilà. Et donc, ils ont fait des plaisanteries au début, hein, et qu'on entend un petit peu après, et c'est le petit garçon complètement sur la droite. Hein, le petit garçon, là, il s'appelle Akuku. Akuku, c'est le nom d'un singe, un singe hurleur, et qui blague avec celui qui est ici, qui est là. Hein, c'est de là. Hein, c'est celui-là, hein, celui-là et celui-là. Ils sont beaux-frères. En fait, lui, hein, qui s'appelle Akuku, et lui, qui s'appelle Yemiwa, qui a 30 ans de plus, hein, au moins, si ce n'est pas 40, ils sont beaux-frères, en fait. Et donc, ils sont en train de faire des plaisanteries, hein, et en s'accusant mutuellement de trucs pas possibles. Et ils sont arrivés à faire rire lui-là. Hein. Celui-là, on l'entend rire à un moment donné. Hein, hein, il ne doit pas rire, normalement, hein, mais c'est fait pour, et ça a marché. Hein, ça a marché. Voilà. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de noter que le rire fait partie du rituel. Plus que ça, le rire est dans le programme rituel. Le rire programme le rituel. Le rire est un acteur du rituel. C'est pas quelque chose d'en plus. C'est pas des gens, ah, il se passe quelque chose, on rigole. Non. Le rire est un acteur prévu, programmé dans le rituel. Et c'est lui-même qui fait le programme rituel. Plus que ça encore, et on va l'entendre dans les exemples suivants, hein, c'est que le rire... sous ça, il faut dire qu'ils boivent, hein, ils boivent de la bière de manioc, qui est de la bière, c'est de la bière très faible en taux d'alcool. Ça doit faire 2,
3 degrés d'alcool. Mais on en boit de telles quantités qu'à la fin, je peux vous dire qu'on est un peu pompette. Hein, on est un peu sous quand même. Hein. Et donc, tout ça contribue à fabriquer de l'euphorie. Ce sont des rituels, des cérémonies, finalement, elles font beaucoup de choses, ces cérémonies. Mais entre autres, ce qu'elles font, c'est de fabriquer du rire, de fabriquer de l'euphorie, de montrer comme on est bien dans le monde, comme on se porte bien. Euphorein, hein, comment on se porte bien dans le monde. Voilà. Et c'est important, ça fait partie de ce que je voulais vous dire d'important aujourd'hui, c'est que ces musiques, elles fabriquent de l'euphorie. Hein, et elles affirment de l'euphorie. C'est une valeur hein, qui est affirmée. On va donc écouter maintenant, changer complètement. Je crois que je suis certainement très en retard, mais on va écouter complètement autre chose. On va aller en Bolivie, donc. Hop là, on est là. C'est quoi ça, Bolivie ? Carte. On va aller en Bolivie. Voilà, c'est ça. Top. On va aller en Bolivie et on va aller complètement au nord de la Bolivie, complètement au nord de la Bolivie. Là, vous voyez, Riberalta, c'est une ville. Et là où il y a écrit Alto Ivon, Chacobo, c'est en fait un petit village. Hein. On est en pleine Amazonie, là. Hein. C'est de la forêt, tout ça. Hein. Tout ça, c'est de la forêt, là. Hein. Et sur le Rio Beni, hein, ici, il y a le Rio Beni. Le village n'est pas exactement sur le Rio Beni. Il est sur un affluent, qui s'appelle le Ivon, un affluent du Beni. Hein. Et donc, ce groupe-là, les Chacobo, c'est eux qu'on va entendre maintenant jouer et des orchestres de flûtes de pan, des flûtes de pan qui s'appellent des bistos, hein, et qu'on va les entendre jouer maintenant. Pareil, c'est un son qui est très beau. Je suis assez content de ces enregistrements-là. Hein, et on va écouter ça. Je vous en dis pas plus. Je vous raconterai après. Voilà, donc rapidement, il faut que je me dépêche, je viens de me redire Balint, et donc vous avez ici, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas un seul orchestre de flûte de pan, mais il y a deux et même trois orchestres de flûte de pan qui dansent sur la place du village sous un grand auvent comme ça, et ils dansent sur la place du village, les trois, en se croisant, hein, et chaque orchestre a sa propre musique. Hein, à l'intérieur d'un orchestre, il y a 7-8 flûtes de pan, hein, et ces 7-8 flûtes de pan sont accordées avec soin, hein, mais d'un orchestre à l'autre, les flûtes de pan ne sont pas accordées entre elles. Donc on a plusieurs musiques proches, toutes les trois musiques des trois orchestres sont très proches, très semblables, c'est la même forme, elles se ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas les mêmes musiques et ce n'est pas les mêmes hauteurs de son. Hein, on a donc quelque chose de très, un espèce de compétition là. Hein, c'est une danse très compétitive. Hein, les orchestres sont en compétition entre eux. Hein, on appelle ça un mot très chic en anthropologie qui s'appelle agonistique. Hein, mais bon, ils sont en train de jouer ça et ils sont en compétition symboliquement pour les femmes. Hein, parce qu'il y a au milieu de la place, il y a un pot avec de la bière de manioc. Encore, j'ai oublié de vous dire, c'est comme chez les Chacobo. C'est comme chez les Wayampi, là nous sommes chez les Chacobo, donc d'Amazonie bolivienne, c'est comme chez les Wayampi, les hommes sont responsables de la musique, ce sont les maîtres de la musique, et les femmes sont responsables, ce sont les maîtresses des libations, de la bière de manioc. Et toute cérémonie est une sorte d'échange, de croisement très complexe, très ritualisé, entre la musique des hommes et la bière des femmes. Hein, c'est toujours comme ça. Et là, les femmes apportent la bière au centre de l'auvent, et les hommes font semblant, c'est du théâtre, hein, font semblant d'être en compétition entre eux pour se rapprocher de la bière, c'est-à-dire se rapprocher des femmes. Hein.
Et donc, ce qui est un peu troublant, est-ce que vous avez pu entendre, c'est qu'il y a donc trois orchestres qui se croisent là. Hein. Et donc, on va entendre, on va voir une version de jour. Hein. Ils sont dans le jour, il n'y a que, je crois, deux orchestres qui jouent. Vous allez voir un peu mieux comment c'est. Raccourci chaque fois parce que je suis en retard. La musique qu'on a entendue tout à l'heure, pas celle qu'on vient d'entendre, pas qu'on vient de voir, mais celle qu'on a entendue juste avant, elle s'appelle Vikaskia. Vikaskia, ça veut dire, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai demandé. Hein, et on m'a dit, ça veut dire en espagnol, cariño. Hein, cariño y desejo. Desejo, hein, c'est-à-dire, c'est à la fois un terme qui est. Un peu entre, qui veut dire à la fois tendresse et désir. À la fois tendresse et désir. Et c'est important parce que ils disent très clairement, les musiciens, hommes, disent nous jouons pour les femmes. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ces images-là, c'est moi qui ai fait ces images-là, enfin, c'est que les femmes écoutent beaucoup, elles savent que c'est pour eux. Hein, et elles écoutent beaucoup et elles réagissent à la musique. Voilà. Elles peuvent leur répondre. Elles ont une musique à elles, mais je ne vais pas arriver là-dessus. Ce que je voudrais pour conclure, revenir sur mon propos sur de l'euphorie. Et je vais vous faire écouter un dernier exemple, hein, des mêmes gens, de la même danse, les mêmes gens, les mêmes flûtes de pan, mais où on va encore plus voir. Que j'ai pris d'un peu plus loin, je suis sorti un petit peu, je me suis éloigné des musiciens, et là on entend les femmes qui sont autour et qui rient beaucoup. Alors c'est où ça? Voilà, je crois que c'est ça. On va réécouter un tout petit peu, mais c'est ma conclusion, hein, de ma présentation de ce soir, c'est ça, c'est rire, hein, cette quantité de rire. Vous avez entendu, on pourrait parler de très grande quantité de rire, hein, et que c'est ça qui est important, je crois, à retenir, peut-être de tout, hein, c'est-à-dire cette fabrique d'euphorie. Il faut bien penser que tous ces gens qu'on vient de voir, aussi bien les Wayampi de l'Oyapock que ces Chacobos de Bolivie, ils ont vécu des choses absolument terribles. Hein, ils sont, on parle quelquefois en ce moment, là on parle de la fin du monde, je sais pas quoi, les écosystèmes, les guerres, choses comme ça. Eux, ils vivent la fin du monde depuis 5 siècles. Ils vivent des choses absolument terrifiantes, hein, de la colonisation, hein, qui est due à la colonisation. Ils vivent des choses terribles,
Hein, ils se sont fait écraser. Les Wayampis ne se sont pas fait écraser, mais il y a eu des centaines, des milliers de morts par maladie, hein, à cause des maladies importées par les Européens. Hein. Ils ont vécu des choses absolument terrifiantes. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont présents. D'abord, ils sont vivants, ils sont là, ils sont toujours là parmi nous. Hein, et ils disent, nous sommes là. Leur principal discours, et si moi je peux être un peu un relais de ce qu'ils disent, ils m'ont dit clairement, hein, tu dis pas qu'on est malade, tu dis pas qu'il y a des suicides, tu dis pas que ceci, tu dis pas que cela, tu dis on est là, on est présent et on est fort et on rit et on s'amuse et c'est ça que disent ces chansons et c'est ça que disent ces musiques. Hein. C'est ça que c'est et la musique est importante pour ça parce que la musique permet de dire au monde, aux Brésiliens, aux Boliviens, aux Français, aux Hongrois, de dire à tout le monde. Nous sommes vivants, nous, Amérindiens, nous, indigènes d'Amérique, nous sommes vivants, nous sommes forts et nous sommes joyeux. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour ta présentation, c'était très intéressant. Now I will open up for questions to the audience. Tehát most mindenki, akinek van kérdése felteheti, úgyhogy lesz egy mikrofon, ami körbejár, és akkor jelentkezzen, akinek van kérdése a Jean-Micheltől. Köszönöm szépen. Azt szeretem kérdezni, hogy a két ilyen laikusabb kérdés, hogy az első törzsnél látott hangszerek, megvárom a... Szóval, hogy az első törzsnél látott hangszerek esetében ott maguknak készítik a hangszereket, vagy ez külön válik, tehát vannak mondjuk hangszerkészítők a törzsön belül. Fordítom. Les instruments de musique sont faits par les musiciens eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui sont à la fois les facteurs d'instruments et les musiciens. Hein. Hein, c'est pas tous, hein, mais ils se réunissent, par exemple, chez les Wayampi, quand ils disent on va faire un toulé, on va faire cette danse avec les grandes clarinettes en bambou. Hein, ils s'assoient, et ils apportent les bambous et ils commencent à les faire l'après-midi, en début d'après-midi. Hein, et ils vont jouer et ils jouent dans la foulée. Quand les instruments sont finis, ils commencent à les fabriquer vers 2-3 heures de l'après-midi en buvant un peu de bière de manioc. Et vers 5 heures, les instruments sont finis et hop, ils commencent à jouer tout de suite. Hein, c'est eux-mêmes qui fabriquent leurs propres instruments. Chez les Tchacobos, c'est pareil. Les flûtes de pan, c'est pas tout le monde. Ils se mettent à 3 musiciens et ils s'y prennent la veille ou 2 ou 3 jours avant pour fabriquer les instruments. Merci. The music is the part of their everyday life, or no. Separate occasions. La musique est, ça dépend de quelle musique. La musique solo qu'on a entendue, la flûte solo, hein, ça c'est une musique qui peut être de tous les jours.
hein, mais qui est de moins en moins joué maintenant. Hein. Je ne vous ai pas parlé des transformations actuelles, hein, de ce qui touche cette musique. Disons que autrement, les autres musiques sont jouées, les toulets, c'est joué une fois par mois. Les grandes danses, comme la danse des oiseaux, il y en a deux ou trois par an. Et pour les chacobos, c'est une grande fête par an qui dure une semaine à peu près, mais il peut y avoir d'autres fêtes à d'autres moments. Donc c'est plutôt des musiques cérémonielles et qui ne sont pas tous les jours, hein, sauf la flûte solo. Merci beaucoup. Merci. Yeah, thank you for your lecture. It was really nice. So at the first tribe that you've shown, Vayati, or Wayampi. Wayampi, yeah. I noticed that some of the people were wearing watches. Oh yes. And I was wondering, why is that important to them to know the passing of time? I mean, what are the habits on their daily basis? Like, do they use those watches as we do, or is it more like a jewelry or like a body ornament, or what is the main function to these objects? What is important is not the passing of the time. What is important is the decoration to be beautiful. Look at me, I am very beautiful. I have a big watch, a big watch. That's the point. And those photographs you saw, I've taken them 40 years ago in 1978, 79, 77, and some things have changed. And today, the youngsters, they have cap like yours. They have a cap like yours. They have shorts to play football, and they look different, you know. But it's the same thing, you know. And it is not. It's very good that they wear a watch, and very good you saw it, because I think the important is not this regalia, this foreign, they buy things from the main society, you know. They are a bit mondialized. Ils sont un peu mondialisés. Excusez-moi, je parlais anglais. Ils sont un peu mondialisés. Mais je crois que c'est important parce qu'ils restent eux-mêmes. Ils restent eux-mêmes tout en ayant adopté et incorporé des choses qui viennent, je ne sais pas, les jeunes gens, ils aiment le reggae, ils chantent du rap, mais ça ne les empêche pas de danser ces musiques-là, de savoir jouer des toulets aussi. Voilà. Et en tout cas, la montre, c'est clairement, c'est pas du tout pour l'heure, c'est pas du tout pour le temps. La montre, c'est très clairement pour être jolie, quoi. Okay, thank you. Köszönöm. Én nőket nem nagyon láttam, de olyan nők soha nem zenélnek a Csatányában. Törzsben. Alors, les toulets, les premières choses qu'on a vues, les grandes clarinettes en bambou. Il n'est pas question. Ça serait alors là, ça serait pas la fin du monde. Ça serait le retour au chaos originel. Ça serait. Il y a des mythes là-dessus. Il y a des histoires là-dessus. C'est vraiment une histoire de chaos. Il y a une histoire. Encore les grands-mères racontent une histoire là-dessus. Elles disent une grand-mère. C'était la grand-mère Saipié, grand-mère Pécon, la grand-mère Pic. Pic vert comme ton oiseau là, tu vois, que j'avais. Elle raconte ça. Elle dit, ah oui, je vais poser la question à la grand-mère. J'ai dit, mais la même question que vous, mais les femmes, elles ne jouent pas de ça. Elle m'a répondu, ah, il y a longtemps, une fois, elles ont joué. Une fois. C'était à la grand-mère casserole, et la grand-mère biche, et la grand-mère telle chose. Et après, avec les ethno-historiens, on a calculé, on a trouvé. C'était une époque, c'était à la fin du 19e siècle, vers 1890 par là. Et
elle a dit, à ce moment-là, il y avait tellement de maladies, tellement de morts, tellement de choses qui n'allaient pas, les hommes étaient complètement découragés. Ils ne faisaient plus de musique, ils ne faisaient plus rien. Les hommes étaient là, abattus par le nombre de morts qu'il y avait. Hein? Alors les femmes, elles ont dit, il ne faut pas vous laisser faire. Et elles sont parties dans leur jardin pour faire leur travail dans les jardins, pour nettoyer les jardins. C'est les femmes qui sont responsables des jardins, de la culture, du manioc, du maïs, des bananes et tout ça, des haricots. Et elles sont allées et elles ont nettoyé, elles ont sarclé, elles ont nettoyé leurs jardins. Elles sont parties, une dizaine de femmes comme ça, elles ont nettoyé. Et quand elles étaient là-bas, il y avait un massif de bambou, elles ont coupé et sur place, elles ont fait des clarinettes toulées. Elles ont fabriqué. Et elles sont revenues au village avec chacune une clarinette toulée sous le bras. Et elles sont arrivées au village, elles ont jeté leur hôte avec leur manioc et elles ont commencé à danser en soufflant dans les toulées. Ça s'appelait le toulet miti, la petite suite. Et elles dansaient bien, dit la grand-mère. Elles connaissaient bien ce toulet. Elles ont bien joué. Et les hommes les ont regardées et ils ont joué le jeu. Ils sont allés prendre les femmes par le bras, hein, mettre leur bras, tenir les femmes par le bras et faire. Ils ont inversé. Ils ont fait comme s'ils étaient des femmes. Ils ont dansé avec les musiciens, musiciennes. Hein. Et donc, la grand-mère dit, elles ont connaissaient vraiment bien. Elles ont bien joué. Mais elle racontait ça. Il y avait des jeunes filles qui étaient là, de 17 ans, 16 ans et comme ça. Elle leur a dit, mais ça, elles ont fait ça une fois et on ne doit pas faire comme ça. Hein. Et donc, je crois que c'est très important. Cette histoire-là, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie qui date d'il y a un siècle, hein, un peu plus d'un siècle maintenant. Hein. Mais elle représente un mythe. Dans toute l'Amazonie, on a des mythes, des histoires de très anciens temps, des temps primordiaux, où les femmes ont fait ça aussi. Elles ont pris les instruments des hommes et elles ont joué à la place des hommes. Et ce que les anthropologues appellent grossièrement une inversion rituelle, hein, a créé une sorte de chaos. Hein, avec des tas d'histoires. Je ne vais pas vous raconter, il y a plusieurs mythes passionnants sur le soleil qui est intervenu. Enfin, c'est très joli, comme il y a des belles histoires. Hein, mais si vous voulez, il y a une espèce de... À travers ces musiques-là, à travers la question que vous posez, il y a la question d'un ordre social, un ordre sexuel et un ordre cosmique. Ces trois choses-là sont superposées. Hein, et les choses sont... C'est un ordre qui est assez ferme, assez dur. Hein, comment dirais-je ? Aujourd'hui, on vit, nous, en Europe, avec une critique du genre, une critique des oppositions entre les hommes et les femmes, les mâles, les femelles, tout ça. On est en plein là-dedans. Mais dans ces sociétés-là, au contraire, les distinctions de genre sont très marquées. Sont très marquées. Elles peuvent changer. Hein, les choses peuvent changer aujourd'hui. Hein. Elles sont très marquées. Et je vais y revenir. Et surtout, elles sont opérées. Elles sont agies par tout le monde. C'est-à-dire, les hommes jouent de la musique, jouent de ces instruments et ils ne vont pas râper le manioc, ils ne vont pas préparer le manioc. Et les femmes, elles vont être maîtresses de la bière de manioc et elles vont être très fières de ça, mais elles ne vont pas toucher aux instruments de musique. Vous voyez ? Chacun joue son rôle dans cette affaire-là. Sauf qu'effectivement, depuis peut-être les années 2000, ça commence à changer, ça commence à frémir. Il y a des jeunes femmes, des jeunes filles qui disent « Eh oh, et nous là hein ? Et si on jouait nous aussi ?» Et elles commencent à jouer. Ça arrive. Pas chez les Wayampi, hein, mais dans d'autres groupes, hein, dans d'autres groupes ailleurs. Voilà. És azt említette az előadásában, hogy a férfiak azt, vagy jól értettem, hogy azt a férfiak fejezik ki a zenéjükkel, hogy jól szexel, tehát hogy ezt a nőnek mondják, hogy tehát azt akarják ezzel kifejezni, hogy a nő jól szexel, és hogy a nők is kifejezhetik ezt valahogy, hogy a férfi jól szexel, vagy csak ez a férfiaknak lehet? Yes, oui, oui, oui. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est celui qui a composé cette musique. Hein, j'ai connu celui qui l'a joué. Hein, il ne m'a pas dit que c'était lui qui l'avait composé. Hein, et peut-être qu'il l'avait prise ailleurs, hein, à quelqu'un d'autre. Hein, ça, c'est une musique qui circule beaucoup. Hein. Je pense que c'est une manière de parler de sexe. Ce n'est pas une manière de se vanter, ni, c'est une manière de parler de quelque chose qui est bon.
hein, on fait bien l'amour. Hein, c'est, en gros, c'est ça que ça veut dire. Il y a d'autres musiques qu'il a jouées avant, après, ou qu'un de ses autres hommes ont joué, qui parlent aussi aux femmes. Mais c'est une musique qui s'appelle La Poule, ou qui s'appelle La Bière de Manioc, ou qui s'appelle, vous voyez, des noms ou La Perdrix. Hein, des noms comme ça. Hein, et c'est une manière de dire, c'est un peu comme des métaphores. C'est, il joue l'air qui s'appelle La Perdrix, et la femme, elle sait que lors d'une de leurs rencontres, il l'a appelée Ma Petite Perdrix, par exemple. Hein, vous voyez, c'est plutôt à ce niveau-là. Hein. Après, la femme, elle peut répondre. Elle a différentes manières de répondre. Elle peut répondre soit par des petites chansons, hein, des petites chansons, mais que je n'ai pas enregistrées parce qu'elles sont plutôt discrètes là-dessus, hein, soit par des petites chansons, soit par d'autres actions. Hein, elle peut faire des chansons, elles sont des chansons d'amour. Hein, je peux vous en chanter une, hein, par exemple, c'est Ep, 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 Toko Ipi, I, Encanta, Toko Ipi. Enfin, Ep, 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 ça veut dire Oh, regarde comme il marche bien. Regarde, il est très élégant quand il marche. Il a une démarche très élégante. Hein. C'est lui le fils de mon oncle, c'est-à-dire un mari potentiel, un fiancé possible. Hein. Regarde comme il est élégant quand il marche. Hein. Il a une belle couronne de plumes de toucan. C'est lui qui a tué le toucan, c'est-à-dire c'est un bon chasseur. Hein. Il a des belles plumes. Hein. Il a des belles plumes d'ara, hein, de perroquet. C'est lui qui a tué l'ara. C'est un bon chasseur. C'est un homme vaillant. Hein, et surtout, il est tellement élégant quand il marche. Ep, 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 toko ipi, i, en cantant qu'à toi, li, sonokopa, il a eu. Tu vois, comme il a une belle couronne de plumes de toucan, le fils de mon oncle. Hein. Donc voilà, elle peut s'exprimer aussi par des petites chansons comme ça. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour ta présentation. J'ai beaucoup de questions, mais il n'y a pas de temps de les poser. On doit nous dépêcher. Yuri. Úgyhogy kell kirakni teljes... Jó, ja, az F5. F5, jó. Okay. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ezután a nagyon kiváló előadás után próbálom röviden bemutatni azt, hogy nekünk itt Magyarországon, magyaroknak milyen amazóniai kutatásaink voltak, illetve abból egy talán a legfontosabb magyar kutatók által végzett amazónia kutatásról szeretnék röviden beszélni. Tény már az előző előadás elején elhangzott, hogy mi azért ilyen speciális helyzetben vagyunk itt Közép-Európában. Nem voltak gyarmataink, sokkal kevésbé kötődünk azokhoz a latin-amerikai országokhoz, mint más nyugat-európai országok. Ez nyilván abban is megnyilvánult, hogy kevesebb kutató jutott el Latin-Amerikába, magyar kutató is végeztetett ott terepmunkákat. Talán a II. Világháború után azokban az országokban, ahol szintén valamifajta baloldali politikai rendszer volt. Gondolok itt Kubára, Mexikóra, egy időben Peruba. Könnyebben kimehettek magyar kutatók, történészek, például sokan irodalmárok, de nyilván ez nem összehasonlítható egy olyan országnak a Latin-Amerika kutatásával, ahol folyamatosan intézmények épültek fel arra, hogy Latin-Amerikában kutassanak. Ilyen Magyarországon nem volt, kulturális antropológiában sem volt.
volt, viszont volt egy olyan kutató Magyarországon, akit Boglár Lajosnak hívnak is, akire azt hiszem, hogy büszkék lehetünk, aki nemzetközi hírű kutató lett, és akinek a munkásságára érdemes emlékezni. Úgyhogy ezen az előadáson röviden én nem a saját kutatásaimról fogok beszélni, én Mexikóban végeztem kulturális antropológiai terepmunkát, hanem tanáromnak, aki Budapesten az ELTE bölcsészkarán a kulturális antropológia tanszéken a tanárom volt, illetve aki előttem dolgozott a Néprajzi Múzeumnak az Amerika gyűjteményében, Boglár Lajosnak is az ő egyik kutatásáról, a Piaura kutatásról fogok röviden beszélni. Tehát, mint említettem, ő a latin-amerikai kutatásoknak egy magyarországi kiemelkedő alakja, és az életútja is azért kicsit más, mint más kutatókét, tekintve, hogy nem Magyarországon született. Édesapja São Paulo-ban a magyar királyi konzulátust vezette, mint 13 éven keresztül, és ő 1929-ben ott született kint São Paulo-ban. Tehát már gyerekkorában megtanult nagyon jól portugálul, német iskolába járt, otthon magyarul beszélt, az édesapja is egy nagyon széles körűen tájékozott 9 nyelven beszélő ember volt, és őt is már gyerekkorában nagyon izgatta Amazónia és az amazoni indián kultúrák. 1942-ben a II. Világháborúban a családnak haza kell térnie, mivel kiutasítják a tengely hatalmaknak a diplomatáit Brazíliából. Ekkor nagyon kalandos körülmények között egy lesütített hajón érkeznek vissza Európába, és ő egy teljesen új idegen világba, Magyarországra csöppen be. Itt érettségizik, majd 1948-ban elkezdi a néprajzi tanulmányait az 5. Lorán Tudományegyetemen, de folyamatosan vágya az, hogy visszatérjen Brazíliába. Ő még ekkor brazil állampolgár is. És a család is szeretne visszatérni Brazíliába, mert azt tekintik az igazi hazájuknak. Erre azonban nincsen lehetősége. 1951-ben lemondatják a brazil állampolgárságáról, és utána már csak mint kutató, mint magyar kutató térhet vissza Brazíliába. Az egyetem elvégzése után egyből állást kap a Néprajzi Múzeumban, és 27 évig ott dolgozik, és az, hogy ma a Magyar Néprajzi Múzeumban, Magyarországon a Néprajzi Múzeumban az Amerika gyűjtemény annyira gazdag, hogy számos nemzetközi hírű része is van, ez jó rész neki köszönhető. És 1980-ig itt dolgozik, ekkor a Magyar Tudományos Akadémiára megy, majd 89 az, amikor az első magyarországi kulturális antropológia tanszék megalakul a rendszerváltás után. Ennek ő lesz a vezetője is, és nagy szerepe van abban, hogy a szak mint olyan meghonosodik Magyarországon is megerő, és elismerté válik. Boglár Lajos az élete során számos terepmunkát végzett Amazóniában. 1959-ben visszajut családi segítséggel Brazíliába, ekkor a Nambiquara indiánok között kutat. Ez egy olyan közösség, amihez nagyon kevesen jutottak el korábban. Egy nagyon híres francia kutató, Claude Lévi-Strauss volt az, aki 20 évvel azelőtt kutatott közöttük. Kutatását meg is írt a Szomorú trópusokban, ami magyarul is olvasható. És Boglár volt az, aki 59-ben néhány hónapot a Nambiquarák között tölthetett. Majd az igazán nagy kutatás ez az 1967-68-as kutatás a Piaura indiánok között Venezuelába. Ide ő 1974-ben visszatér, ekkor már nem Halmos István zenekutatóval, hanem egy Jacques Villemot nevű francia filmrendezővel, hogy filmet készítsen a Piarauákról. Miért választotta Venezuelát? Azért, mert magyar állampolgárként Brazíliában nem kaphatott engedélyt a brazil indián védelmi hivataltól, a FUNAI-tól ahhoz, hogy Brazíliában terepmunkát végezzen, és ezért egy másik országot kellett választania. 1980-as években azonban visszatér Brazíliába, ekkor a Guarani indiánok között kutat, majd a 90-es években Francia Guyanában, a Guyana indiánok között, és végül a halála előtt a Brazíliában élő magyar kivándorlók, illetve a Brazíliába bevándorlók között kutat.
És hogyha azt mondjuk, hogy az Amerika gyűjteményben kialakulásában nagyon fontos szerepe van, akkor ebből a 2080 amazoni tárgyból, ami most a gyűjteményben van, abból 619 tárgyat ő a saját terep munkája során gyűjtött, illetve még 600 olyan tárgy van a gyűjteményben, amit viszont valahol vásárolt Brazíliában, és elhozott Magyarországra, és a Néprajzi Múzeumnak adott. A számos kutatásai között most egy kutatást tudunk igazából felidézni, és az maga a Piaroa kutatás, ami 1967 és 1968 között zajlott. Boglár az elsők között volt, aki kulturális antropológusként eljutott a Piaroa indiánok között. Ma már úgy tekintenek rá, mint a nagy öregek egyikére, arra az első generációra, aki eljutott, és terepmunkát végzett, és tanulmányokat írt a Piaroa indiánokról. Kicsit nézzük meg, hogy hol élnek ők. Venezuelának a déli részén, a kolumbiai határtól nem messze található az a terület, ahol folyók, illetve patakok partján, illetve magasabb kiemelkedéseken él a Piaroa közösség, néhány ezer főről van szó. Az Orinokónak a bal oldalán és az Orinokónak a mellékfolyói mentén. És ez egy klasszikus trópusi őserdei indián közösség. Egy falut igazából egy nagy ház alkot, egy pálmaágakkal fedett, belül sötét nagy ház, amiket egy patakok menti tisztásokon építenek fel. Egy kiterjedt nagy család lakik benne, tehát ez azt jelenti, hogy kb. 5-6 nukleáris család, akiknek külön helyük van bent a kunyhón belül, és ezeknek a csoportoknak a létszáma általában a kisebb csoportok ilyen 15-50 fő között van. Függetlenek politikailag és gazdaságilag is más falvaktól, és a vezetőjüket pedig Ruának hívják, aki egyszerre politikai vezető, és nagyon gyakran ő a vallási vezetője is. És a megélhetésüket az írtásos égetéses földművelés biztosítja, ami annyit jelent, hogy időnként el kell vándorolniuk más helyre, amikor a földek kimerülnek a környéken, és akkor igazából új kunyhót építenek fel maguknak. És akkor, amikor Boglár Lajos odaérkezett, akkor ezeknek a Piaroa közösségeknek már egyre szorosabb kapcsolatuk volt a venezuelai nemzet állammal. Az, hogy Boglárék ide jutottak, abban nagyon-nagyon fontos szerepe volt egy Baumgartner János nevű magyar orvosnak, aki a II. Világháború után ment ki Venezuelába, és a Piaroák között orvosként dolgozott. Ő is írt kisebb tanulmányokat, tárgyakat is gyűjtött, de nagyon-nagyon befogadták az indiánok, orvosként nagyon tisztelték, és igazából Bogláréknak megvolt ez az előnyük, hogy amikor kimentek, akkor nem egy idegen, nem úgy érkeztek oda, hogy nem volt senki, aki támogassa őket, hanem volt egy beajánlójuk, aki az ott élő indiánoknak el tudta mondani, hogy mit akarnak, és azt, hogy egy-egy ilyen kisebb faluba be tudta őket ajánlani. A kutatási területek szempontjából fontos az, hogy Boglár Lajost elsősorban az életmód és a tárgykultúra érdekelte, illetve emellett a vallási specialistáknak a tevékenysége, illetve ami számára nagyon fontos volt, az a mítoszok, a rítusok és a szimbólumoknak a szerepe, és ezeknek a törzsi művészettel való összefüggései. Itt megint kicsit ki kell térni arra, hogy itt kelet-európai kutatókról van szó. Tehát Boglár mindig azt említette a tanóráin is, hogy egyszerűen egy kelet-európai kutató nem teheti meg azt, hogyha kimegy egy amazoni indián közösségbe, hogy csak mondjuk csak a rokonságot kutatja, vagy csak egy kis szeletét kutatja annak a kultúrának, mert nem biztos, hogy vissza tud menni. Lehet, hogy életének ez az egy nagy lehetősége, hogy néhány hónapot 1960-as vagy 70-es években eltölthet egy amazoni indián közösségbe, és lehet, hogy soha többet nem mehet vissza.
És hogy akkor, amikor valaki kimegy a terepre, akkor nagyon fontos, hogy egy ilyen komplex adatrögzítés legyen. És Bogláránál nagyon fontos azt tudni, hogy ő már előtte filmezett Magyarországon, Jancsó Miklós, Hernádi Miklós baráti körébe tartozott, amatőr filmeket készített, a Néprajzi Múzeumnak készített filmeket, tudatosan készült arra, hogy a nagy fellépés az lesz, amikor majd kimegy az indiánokhoz, és ott neki filmet kell forgatnia. Már a Nambikvaráknál is megpróbálkozott ezzel, hogy filmet forgasson, és mellette hangokat rögzítsen, és mellette írja a terepünk a jegyzeteit, és mellette fotókat is csináljon, tehát mindent csinálni akart, de rájött arra, hogy ez így együtt nem megy. Ahogy ő fogalmaz, azt mondja, hogy mint egy ilyen antropológiai karácsonyfa, lógtak róla a dolgok, de ezt egyszerre megcsinálni akkor, amikor egy rítust kell mondjuk fotózni, vagy egy felvenni, ez nagyon-nagyon nehéz. Részben ez is indokolja azt, hogy magával vitte Halmos Istvánt, aki egy zenekutató volt, korábban jó barátok voltak, hogy segítsen neki abban, hogy legalább a hangokat ne neki kelljen venni, és Halmos István a zenét kutatta, és igazából még ő az, aki hangokat vett fel a filmek alá. Mivel ekkor egy 16 mm-es kamerával dolgozott Boglár, ami azt jelenti, hogy ez még nem volt képes arra, hogy szinkron hangokat vegyen fel, hanem külön vették fel a hangokat, és külön vették fel a képeket, és aztán azt később a filmeknél megpróbálták összemontírozni. Annyit talán még fontos tudni ebben az esetben, hogy amikor kiérkeztek, akkor egy 150 kilós felszereléssel érkeztek ki, tehát csak a kamerájuk 13 kiló volt. Ha az ember most belegondol abban, hogyha egy kutató kimegy Amazóniába is, akkor is egy mobiltelefonon mennyi mindent, mire használható akár egy mobiltelefon is egy ilyen terepmunka helyzetben, hogy mennyi mindent lehet rajta rögzíteni, milyen minőségben, ehhez képest az 1960-as évek valóban még egy teljesen más világ volt. Csak az analóg fényképezésre gondoljunk, hogy egy kutató minimum két fényképezőgéppel ment ki, az egyiken azért, mert készítette a fényképeit azért, hogy azt majd akár egy múzeumnak adja, vagy archiválja, fekete-fehér vagy színes papírképeket, és mellette pedig nyilván diára is fényképezett, mivel utána az előadásokon a diák voltak azok, amiket igazából használni tudott, és prezentációkat tudott létrehozni. Ami még Boglárnál talán nagyon fontos volt, és ami kicsit megkülönbözteti őt más kutatótól, hogy az 20. század második felében azért az antropológiai kutatóknak már egy jelentős része nem múzeumi szakember volt, hanem vagy egyetemi tanszékhez kötődött, vagy kutatóintézethez. Ott szocializálódott, ekkor már kialakult terepmunkamódszerek voltak. A tárgyak már nem voltak annyira fontosak a kutatás során, mint például a 19. század végén, vagy a 20. század elején. Boglár azonban ízig-vérig egy múzeumi ember volt, és maga a tárgyűjtés, illetve az, hogy a tárgykészítésből és a tárgyakból kiindulva próbáljon egy kultúráról következtetéseket levonni, ez számára nagyon-nagyon fontos volt. Tehát ő egy kicsit egy művészember volt, és a tárgykészítés, a tárgyaknak a szimbolikája folyamatosan fontos volt neki. Csak a piarról a terepmunkája során körülbelül 400 tárgyat hozott a Néprajzi Múzeumnak, amit időnként kiállításokon mi is megpróbálunk bemutatni. Csak felvillantom azt, hogy a kutatásából nagyon sok magyar és külföldi nyelvű publikáció jött létre később, és a kutatótársa pedig Halmos István volt, aki a Piarol zenét és a hangszereket kutatta, és halála előtt évtizedekkel később ő is megírta a tanulmányait a Piarol zenéről. Amit nagyon-nagyon érdekes tudni, és egy kicsit ez a terepmunkás léthez hozzátartozik, hogy Boglár, amikor kiment erre a területre, Halmos Istvánnal, akkor mint minden kutató
az őserdő legmélyére akart menni. Tehát azt gondolták, hogy igazi kultúra, ami még valahogy fertőzetlen, vagy még a nyugati hagyományok nem fertőzték meg, vagy a nemzetállam, az valahol az őserdő legmélyén lehet. És folyamatosan az volt a vágyuk, ezt az antropológiában úgy hívják, hogy ilyen 24. óra szemlélet, mert hogy ez a kultúra nagyon hamar el fog tűnni, hogy bejussanak egy olyan indián, piaro indián közösséghez, aminek még nagyon kevés kapcsolata van a külvilággal. És Baumgartner meg is szervezi nekik ezt a lehetőséget, bemennek az erdő mélyére, ott egy általa ismert indián főnökhöz, egy Hatopa nevű főnökhöz, és ott elkezdenek kutatni. De valahogy nem stimmel a dolog. Egyrészt azért nem stimmel, mert ők nem tudnak piaroául. Az ott élők között vannak olyanok, akik spanyolul beszélnek, de valahogy nem működik a kommunikáció. Boglárt elsősorban az érdekli, a mítoszok érdeklik, illetve az, hogy az a mítikus tudás, amit összegyűjt, az a rítusokban és a törzsi művészetben hogy nyilvánul meg. És próbál mítoszokat gyűjteni. De nem sikerül neki. A főnök nem akar vele beszélni, igazából kedvesen mosolyog, de nem tudnak áttörni egy korlátot. Ott állnak, lassan elfogyott az élelmiszer, amit magukkal vittek, csípik őket a szúnyogok, egy külön kis házban laknak, és van egy ponttól úgy érzik, hogy ez tovább nem megy, ennek nincsen itt értelme, nem tudnak antropológiai terepmunkát végezni. Ez azért az antropológusok között gyakran megesik, tehát hogy ezek nem... Az antropológiai terepmunka az nagyon gyakran nem egy ilyen nagy diadalmenet, hogy oda megy az ember, és akkor egyből minden információt megkaphat. Nagyon gyakran találja az ember magát ilyen helyzetekben, amikor nem tud valahogy beilleszkedni egy közösségbe, vagy dolgozni nem tud. És akkor visszamennek egy kisvárosba, Puerto Ayacuchóba, és elkezdenek olyan helyeket keresni, ahol már olyan indiánok élnek, akik közelebb vannak a magához, a civilizációhoz, és itt találnak egy olyan közösségre, egy olyan kis falura, ahol aztán egy nagyon jó munkaviszonyt tudnak kialakítani. És ez a két kép számomra mindig nagyon izgalmas, amikor ezeket így egymás mellé rakom. Ez a kép egymás mellett készült. És minden kettő valahogy egy terepmunkahelyzetről szól, csak más szempontból. A baloldali képen ott vannak a kutatók. Középen, majdnem középen van Boglár Lajos, közötte a legfontosabb úgymond adatközlője, bár ez időnként ilyen pejoratív kifejezésnek hangzik, Carlos Caballero, egy piaroa sámán, akivel ő jó viszonyba került. Carlos a kezében tartja a puskát. A puska az a bogláréknak az ajándéka. Igazából ez az, amit a Carlos többek között kért, hogy dolgozhassanak vele, hogy adjanak neki egy puskát. Ekkor ezen a területen már elég kevés vad van, és valahogy a fúvócsővel, meg a kuráréval való vadászat is kiveszőben van. A puska egy státuszszimbólum, az egyik legfontosabb dolog, és ez van a kezében. Bal oldalon pedig a Halmos István, a zenekutató látható. És akkor van egy következő kép, ahol eltűnnek a két terepmunkás, aki közrefogja a legfontosabb adatközlőt, az eltűnik a képről, és helyette megjelenik két fiatal fiú, aki már nem hagyományos indián viseletben van, hanem európai ruhában. És ez a két, és a sámán pedig visszamegy a felesége mellé, és valahogy a család is elkezd rendeződni. És ez a két fiú, ez mind a sámánnak a gyermekei, Carlos Caballero-nak, de ők már egy szaléziánus iskolában, egy egyházi iskolában tanulnak, nem messze tőle. És ez az, ami Bogláréknak igazából nagyon nagy segítséget jelent, hogy megtalálták azt a,
azt az embert, itt a kép bal szélén Jesus Caballero-nak hívják a fiatalembert, aki később egy nagy Piaroa tanár lesz, aztán egy nagy érdekvédelmi harcos, egy nagyon neves ember, aki egyrészt nagyon jól beszél spanyolul, másrészt édesapja révén ismeri még a mítoszokat, ismeri a hagyományos életmódot, és nem csak nyelvet tud fordítani bogláréknak, hanem kultúrát tud fordítani. Ami nagyon-nagyon fontos dolog egy ilyen terepmunkahelyzetben, az, hogy valaki el tudja magyarázni azt, hogy mi miért van egy olyan közös nyelven, amit mindannyian ismernek. És igazából ő, Carlos Jesus Caballero, ez a fiatal fiú, folyamatosan boglárral dolgoznik, később közösen is publikálnak írásokat, és valószínűleg ez a kutatás sokkal, de sokkal eredménytelenebb lett volna, hogyha nincs itt ez a fiatal fiú. És ezt így az antropológiai kutatásoknál nagyon fontos megjegyezni, hogy nagyon sokáig az antropológusok csak így adatközlőként hivatkoztak arra, akitől az információt kapták, vagy nem emelték ki annyira az írásaikban, miközben ezek nagyon gyakran olyan közös munkák, az ott élő indiánokkal, illetve azokkal, akik tolmácsolnak, akik segítenek nekik, hogy igazából ez nem csak az antropológusnak a saját munkája, hanem valami fajta közös termék, aminek sok ember járul hozzá. És elkezdtek dolgozni Carlos Caballeroval, akit Menyeruának hívták, az énekek emberének, ez itt a sámánnak a neve, és ő az, aki vezetője volt ennek a közösségnek, a Menyeruák választják ki a település helyét, ők irányítják a közösségi kunyhónak az építését, ők szervezik a vadászexpedíciókat, a kereskedelmet, és ők azok, akik a mítoszoknak a legfőbb őrzői. És ők azok, akik a rituális eszközöknek a készítését is tudják, ők termesztik a közösségben a hallucinogén anyagokat, amik fontosak a látomásokhoz, és ők azok, akik mitikus varázsénekekkel tisztára éneklik az elejtett állatnak a húsát, erről majd később szó lesz, és részt vesznek a varime szertartásban. Itt néhány képet lehet arról látni, hogy boglárik, hogy elkezdtek dolgozni Carlosszal, akkor folyamatosan hogyan ismerték meg a Piaroa kultúrának számos elemét. Itt a bal felső képen, bal felső képen ott egy, ahogy a narkotikumot, a halucinogénszert, a jopót készíti Carlos, vagy ahogy pekári fogakból egy nyakláncot készít magának, vagy lent balra, ahogy testpecsételőt készít magának. És ennél talán ennél a testpecsételős képnél jutunk el oda, ami a későbbiekben fontos lesz, és ami az előadásnak is egy nagyon lényeges eleme volt, az, hogy az amazoni törzsi társadalmakban a cselekvést mennyire befolyásolják a mítoszok. Az a mítikus háttér, Boglár ezt úgy fogalmazta meg, hogy mítikus motor, ami a mindennapi életnek valahogy jelentést és értelmet ad. Ennél a képnél például, ahol testpecsételőket farag, ott egy olyan mítosz áll a történet mögött, ezeket is a sámánok faragják, hogy régen a férfiak egyedül éltek a földön, még nem voltak nők. És egyszer hallották, hogy egy üregből, ahol Kvojmoj, a kígyó szellem élt, hangok hallatszanak fel, és ott valami furcsa szerzetek vannak. És lebocsátottak liánt, hosszú liánokat, és bekenték a liánt viasszal. És erre a liánra, meg a viaszra felgabajodtak az ott élő nők, akiket felhúztak a felszínre, és azóta vannak nők a közösségben, és ezt a mítikus cselekvést, erre a mítikus cselekvésre emlékeztet az, amikor az ünnepek során a nők testpecsételővel kifestik a testüket, mert akkor, amikor a liánon felhúzták a nőket, akkor ez a minta rajtuk volt. Tehát erre a mítikus időkben zajló cselekvésre utal
a testpecsételésnek a szokása. És hogyha a barime szertartásról beszélünk, ami az ő kutatásoknak is az egyik lényege volt, akkor szintén a mítosszal kezdjük. Boglárnak volt egy ilyen elképzelés, ő magyarul azt mondta, hogy a három M-re kell mindig figyelni, ez a mítosz, a mágia és a művészet. Tehát, hogy a háttérben van egy mítikus cselekvés, és hogyha van egy mítosz, és hogyha a mítosznak a mondani valóját megértjük, akkor magát a mágiát, vagy a rítusnak a cselekvését is jobban fogjuk érteni, és hogyha ezt értjük, akkor sokkal jobban megértjük magát a törzsi művészetet is, mivel a törzsi művészet olyan szimbólumrendszer alapján épül fel, aminek az alapját szintén a mítoszok adják. És ez a varime szertartás, amit ők kutattak, az szintén egy mítoszra épült. A piaroáknak a legfontosabb kultúrhősük Vári. Ő az, aki megteremtette a piaroákat, és azokat a kulturális javakat, amik a piaroákat körülveszik. Ő volt az, aki megteremtette tehát a piaroákat, de ebben az időszakban még nem voltak állatok, illetve az állatok is, akik az erdőben éltek, emberek voltak, ahogy a növények is emberek voltak. És Vaharit egyszer ezeknek az embereknek, vagy akkori állatoknak az ura lehívta a föld alá, hogy vegyen részt egy ünnepségen. És a Vári részt vett ezen az ünnepségen, amin gyönyörű zene szólt, nagyon-nagyon tetszett neki. Aztán visszajött a föld felszínre, és ezt elmondta a testvérének, Cseherunak, aki azt mondta neki, hogy neked is csinálni kell egy ilyen ünnepet, csinálj egy ilyen ünnepet te is. És Vári megálmodta, hogyan kell csinálni ezt az ünnepet. Ez mindig a hallucinogén fogyasztása, narkotikumnak a hatása alatt történik, és Vári egy gyönyörű ünnepet megálmodott. És elhívta erre az ünnepekre az erdőben élő embereket. És az ünnep során állattá változtatta őket, azért, hogy a nem erdőben élő embereknek, vagyis a piaroáknak legyen mit enniük. Azóta vannak az állatok, azok a vadászható állatok, amiket a piaroák elfogyaszthatnak. Viszont Vahari csinált egy cselt. Azt mondta, hogy azért, hogy később is emlékezzetek rám, ezért minden állatnak adok egy betegséget. És hogyha ezt az állatot ti megölitek az erdőben, addig nem fogyaszthatjátok el a húsát, amíg a sámán nem énekel nekem, és amíg nem tisztítja meg, nem fohászkodik hozzám, és nem tisztítja meg ezt a húst. És ezért a piaroáknak a mindennapi egyik legfontosabb rítusuk az, hogyha egy állatot megölnek, egy pekarét, egy vaddisznót vagy majmot, akkor este a sámánnak folyamatosan énekelnie kell, és meg kell tisztítani a szavaival ezt a húst, hogy fogyasztható legyen. Ez az az ünnep, amit minden nap megcsinálnak, és van egy olyan ünnep, amit csak körülbelül 3 évente csinálnak meg, ez a vári szertartás, amikor maszkos táncosok eljátsszák azt a rituális cselekvést, ami a mítikus időben történt. Tehát beöltöznek a majomnak, a pekárinak, vagyis a vaddisznónak a maszkjába, és elkészítik a maszkruhákat, és elkezdenek táncolni. És megidézik azt az időszakot, amikor vendégségbe hívta őket Vári, a teremtő hőse a piaroáknak, és ahogy átváltoztatta őket, állattá. És ez az átváltozás az, ahogy az a rítusnak a célja. És Boglárék nagyon-nagyon szerettek volna egy ilyen rítust megnézni. Ebben az időszakban azonban ezt már az itt élő indiánok egészen ritkán tartották meg. És pont amikor ők voltak, ők 7 hónapot lehettek ott, nem volt ilyen rítus. És Boglár idejében, mivel ez ritka volt, ezért az egyik sámánt meggyőzte, hogy az ő kedvükért
készítsék el a maszkokat, készítsék el a maszkruhákat, és mutassák be nekik ezt a rítust. Cserébe ők állják azoknak a férfiaknak, akik ott vannak, az élelmét, ajándékot adnak nekik, és ők pedig megcsinálják ezeket a maszkruhákat, és a rítusnak egy részét bemutatják nekik. Tehát ez ilyen szempontból nem egy olyan rítus volt, amit egy sámán szervezett, egy közösség szervezett, ő hozta a húst, és meghívta a környező közösségnek a tagjait, hanem kicsit ez a rekonstrukció, ahogy Boglár fogalmazott, ízelítőt kaptak ebből az őserdei kultúrából, azzal, hogy elkészítették ezeket a maszkruhákat, úgy, mintha ők csinálnak ezt a rítust, és bemutatták nekik ezt a táncot. És mivel ez a közösség néhány év múlva beköltözött egy faluba, az a társadalmi rend az megszűnt, ami itt volt, ezért úgy tűnik, hogy ez volt ez az utolsó szertartás, amit ez a közösség itt a Piaroáknál elvégzett. A Varime rítusnak az egyik legfontosabb lényege az, hogy a férfiak elkülönülnek a nőktől. A nők nem vehetnék részt rajta, nem nézhetik meg, hogy ki van a maszk alatt, nem nézhetik meg a mágikus hangszereket, amikkel játszanak, nem nézhetik meg azt, hogy a maszkok és a maszkruhák és a hangszerek hogyan készülnek. Tabu nekik, távol kell maradniuk. Ezért a férfiak vagy egy külön házat építenek, és ott készítik el a hangszereket, vagy pedig egy elhagyott kunyhót keresnek valahol az erdőben, és oda vonulnak el. Ebben az esetben ez történt, és találtak egy elhagyott kunyhót, és a körülbelül 4 falunak a férfiai több sámán vezetésével elment ebbe a kunyhóba, és elkezdték a szertartásnak az előkészületeit, ami majdnem 2 hétig tartott. Bogláréknak pedig cserébe megengedték, hogy folyamatosan filmezzenek, és folyamatosan felvegyék a rituális előkészületeket. Boglár, mivel múzeumi ember volt, és maga a rituális kézművesség, ez így a kutatásnak középpontja volt, ezért nagyon, nagyon pontosan, és nagyon alaposan, és nagyon precízen mindent feljegyzett, és mindent filmre vett, és fényképekre vett, ami ez alatt a 2 hét alatt történt. Például megcsinálták azt, mivel ekkor még nem tudtak jól a sötét kunyhón belsejében filmezni, hogy a kunyhó egy részét így kivágták, hogy onnan fény jusson be a kunyhóba, és kívülről lehessen fotózni azt, hogy mi zajlik éppen a kunyhóban, hogy hogyan készítik ezeket a hangszereket. És erről Boglár egy nagyon alapos dokumentációt készített, itt a sámánok azok, akik a maszkokat elkészítik, a fiatalabbak a rituális hangszereket készítik el, feljegyezte azt, hogy honnan hozzák ehhez a különböző, ez Boglárnak egy feljegyzése, amit a terepmunka után készített, hogy kik vettek részt a rítuson, milyen faluból érkeztek, milyen hangszereket kikészített, milyen maszkot kikészített, és ki a rítuson hogyan vett részt, és milyen eszközök kellettek hozzá. És nyilván ezek a szent maszkok, középen van a Pekárinak a maszkja, balra a majomnak a maszkja, jobbra pedig egy ilyen erdei szellemlénynek, a Rediónak a maszkja látható. Ezt a 3 maszkot készítették el a kutatás során, az előkészületek során. Röviden, csak nagyon röviden kitérek erre a Redió maszkra, ez a vadméh szellemének a maszkja. És itt is egy mitikus hátteret szeretnék így felvázolni, amit szintén Boglár gyűjtött, egy mítosz részlet. Most megteremtem Rediót, ő parancsolja meg az állatoknak, hogy ne csak húst adjanak, hogy jól lakjanak az emberek, hanem betegségeket is, hogy meg ne feledkezzenek az indiánok a teremtőjükről. Az embereknek énekelniük kell, hogy megtisztítsák az állatok húsát a betegségektől,
és minden állatnak lesz egy éneke. Amíg énekelnek az emberek, emlékeznek rám. Az állatoknak mindig lesz betegségük, és Redio ellenőrzi majd, valóban megkapták-e az indiánok az állatok betegségét. Tehát ebben a rítusban is a Redio valahogy az állatoknak az ura, aki valahol felügyeli magát a rítust is, és a tártkészítés során pedig egy ilyen komplett átalakuláson megy át. Először egy ilyen vadméhnek ehhez hasonlít az alakja, majd ahogy készítik a maszkot, egy ilyen bogárnak az alakját veszi fel, végül pedig szemet csinálnak neki, és állatfogakat raknak bele, és ezáltal egy ilyen démoni alakot vesz fel. Fontos még, hogy a rítushoz megcsinálják a rituális hangszereket. Itt néhány hangszert mutatok be röviden. Az egyik a furuja, a da. Ez egy kettős hangszer. Az egyik a fiú, a másik a lány. Az egyik fél hanggal alá van hangolva, és ez a mitikus vízi kígyónak a szellemét jelenti. Nagyon fontos az orrfuruja, ami Váhárinak a hangját adja, és a rezonátor, ami pedig a jaguár szellem hangja, ez egy tögbe két nádcsövön keresztül fújnak bele. És van még a levélsíp, amit használnak a rítuson, és a fonott csörgő, amit pedig a táncosok, maguk a táncosok ráznak. És ahhoz, hogy a rítus jó legyen, hogy fontos legyen, ahhoz nagyon fontos a narkotikumnak a fogyasztása is. Itt a Jopó nevű, a Pibdanina peregrina-nak a magjait használják fel. Ez egy fa, aminek a magjait megörlik, összekeverik faszénnel, illetve egy fának a hamujával, mézzel, és ebből ilyen korongokat formálnak, azt megszállítják, és a korongból törnek ilyen kisebb darabokat, azokat egy ilyen kis tálkára rakják rá, egy kis faeszközzel összetörik őket apróra, és magának egy madárnak a kétágú csontjával szívják fel az orrukba. És akkor itt még láthatók tollak, amivel ezt a csontot tisztítják, illetve egy pekári sörtéből készült kis pamacs, amivel pedig a port így összegyűjtik a szippantás előtt. És ez az a hallucinogén, ami segít nekik abban, hogy látomásaik legyenek, és megismerjék a dolgokat. És most szeretnék bemutatni, mint mondtam, Boglárnak a filmezés az nagyon fontos volt. Nem csak azért volt fontos, mert hogy rögzítse az eseményeket, hanem azért is, mert azt mondta, hogy a terepmunka után sokkal jobban tudja strukturálni az eseményeket, a rítusoknak az eseményeit, hogy mi a fontos, mi nem, hogyha elkezdi vágni a filmet, és megpróbál belőle egy filmet készíteni. És mint mondtam, ez egy 16 mm-es film volt, amihez még nem tudtak hangot egy az egyben felvenni, hanem azt majd később külön rakták hozzá. Csináltak ebből a magyar televíziónak filmet, amit filmhíradók előtt is vetítettek a moziba, a 70-es évekbe, illetve volt olyan, ahol alá is kevertek hangot. Ez most a nyersanyagból egy vágás, amit a kolléganőm Csorba Judit készített el. Csak kicsit azt, hogy ezt a hangulatot lehessen érezni, hogy Boglár ezt, amikor felvette ezt, tehát ez a maszkoknak a háza, ahol a férfiak elkezdik összegyűjteni a nyersanyagokat. Itt egy Ruamara nevű, az egyik patakpartján növő nádat hámozzák meg éppen, és miután meghámozták, ebből kezdik el készíteni a maszkoknak, egyrészt a maszkoknak a vázát.
Boglárnak rengeteg olyan fotója van, ami kezeket és tárgyakat ábrázol. És itt a filmeknél is nagyon fontos, hogy így nagyon közel megy, és elkezdi a kézt venni. Kicsit talán ez a magyarországi néprajzos hagyomány is benne van, hogy előtte nagyon sok néprajzi filmet, kis filmet forgat a Néprajzi Múzeumnak, ahol megtanulja ezt a fajta módszert, hogy a tárgykészítést hogyan lehet lefilmezni. És itt azt lehet látni, ahogy magának a maszknak a keretét összefonják. Mit mondtam, itt nők nem vehetnek részt, hanem csak férfiak, akik különböző falvakból jöttek. Itt van Carlos, a sámán, akivel Boglár különösen jó viszonyban volt. Lehet látni, ahogy puhítják a nádat, hogy minden jobban lehessen fonni. Ez a hatalmas dohány, ez nagyon-nagyon fontos, amivel megtisztítják a teret a tárgyak készítésekor. Ez egy pálmának a kérge, a morice pálmának egy kérge, amit ráhúznak erre a keretre. Ez az a hangszer, amiben pálmadió van, és amit a táncosok ráznak a rítus során. És Boglárt nagyon érdekelte, hogy mi az az ismeret, ami megvan az indiánoknak ahhoz, hogy egy ilyen rítushoz az összes növényt összegyűjtsék. Például a pekári maszkhoz több mint 10 különböző növény és festékféle kellett, hogy azt elkészítsék. Ezért folyamatosan megy velük az erdőben is, és fényképezi, vagy felveszi azokat a felvételeket, amik mutatják azt, hogy hol találják meg ezeket a nyersanyagokat. Itt például a kaucsukot, amivel majd a maszkokat befedik és megkeményítik. A kaucsuknak a gyűjtését filmezi le és mutatja, amit aztán majd korommal bekennek. És eddig ezek a tárgyak még profán tárgyak. De abban a pillanatban, amikor elkezdik festeni őket, Boglár leírása szerint, attól a pillanattól már nagyon erős szakrális tartalommal telnek meg, és Boglár folyamatosan filmezi azt, hogy hogyan gyűjtik azokat a festékeket. Egy ilyen fehér földfesték van, amit az egyik pataknak a mélyéről hoznak elő, és amivel majd elkezdik festeni ezeket a maszkokat, és aztán kapnak egy piros színt még ez, az orleánfának a termése. A Bixa Orellana az, ami egy ilyen vöröses festéket ad, és később még ezzel a festékkel kezdik ezeket a maszkokat kiszínezni, és kapják meg a végső alakjukat, és ettől kezdve, ami a festés pillanatától kezdve, ahogy Boglár leírja, csak a sámánok érhetnek hozzá a maszkhoz, illetve maguk a táncosok, mert ettől a pillanattól kezdve már szakrális erejük van. És akkor még egy rövid részt, mert hosszú az idő, tehát az idő, magáról a rítusról, miután a maszkok elkészültek, bocsánatot kérek, csak ez egy elég nehéz, ezután a táncosok kimentek a maszkok háza elé, és elkezdtek folyamatosan táncolni,
három pekári maszkos alak, egy majom, és oldalt pedig ez a Redio nevű vadmély szellem az, ami felügyeli a mozgásukat. És ott látszik egy sámán, aki közben vigyáz arra, hogy nehogy gonosz szellemek az erdőből kijöjjenek a rítus során. Dohányfüstöt fúj rájuk, belefúj a sípjába, parazsat éget előttük azért, hogy biztonságban legyenek, és ők pedig folyamatosan énekelnek és táncolnak, szintén Váhárinak a történeteit elevenítik fel az ének során, majd visszatérnek a maszkok házában. Van valaki, aki a maszkruhát igazítja rajtuk, mert ez is egy előírás, hogy nem szabad látni azt, hogy kik vannak a maszkok alatt. Köszönöm szépen. Ez most ez egy 20 perces film, itt lehet látni még a végén a Carlost, a sámánt, aki folyamatosan űzi el ezeket a gonosz démonokat. És akkor egy utolsó dia, hogy Boglár 1968-ban hazajön a piaroák közül, és hazahozza ezeket a filmeket, a fotókat, kiállításokat rendez a múzeumban, és 1974-ben visszatér a piaroák közé, de ekkor már nem a hagyományos kultúrát kezdi el tanítani. Ez egy nagyon izgalmas időszak az antropológiában, 1968-nál járunk, Boglárnak nagyon fontos francia kapcsolatai vannak, például jó viszonyba kerül Jacques Monod-val, aki szintén ekkora piaroák között kutat, vagy Jacques Villeneuve-vel, aki egy operatőr volt, és ez az az időszak antropológiában, amikor felmerül az, hogy nem elég az ősi kultúrát, a hagyományos kulturális formákat kutatni, hanem az antropológusnak valami plusz szerepet kell vállalni, valahogy közvetítőnek kell lenni, ezeknek a közösségeknek valahogy a szószólójaként kell fellépnie. Tehát nem elég az, hogy ő rögzíti a múltat, ami el fog tűnni, hanem valahogy ezekben a modernizációval együttjáró politikai küzdelmekben, átalakulási folyamatoknak, az antropológusnak aktívan részt kell venni. És ez Boglárt nagyon megérinti, és amikor 1974-ben visszamegy Jacques Villeneuve-vel, akkor már nem az őserdőbe megy vissza, mivel ez a közösség akkor már egy kis faluba beköltözött, és egy teljes kulturális átalakuláson ment keresztül. A férfiak már nem tudtak eljárni vadászni, mert már nem volt vad a környéken, a társadalmi szerepük megváltozott, mert a nők szerepe lett fontosabb, mert ők termesztették a maniókát, amit a piacon el lehetett adni. A sámára sem volt már úgy szükség, mert már nem kellett a naponta megölt állatoknak a húsát tisztára énekelni. Tehát egy krízis volt ebben a piaroa közösségben, az állam sok jó dolgot ígért nekik, aztán amit nem tartottak be, és ebben a helyzetben Boglár visszament a Jacques Villeneuve-vel, és forgattak egy filmet, amit aztán Európában sok helyen levetítettek, ahol az indiánok saját maguk, ennek a filmnek a korábbi tolmácsa volt a főszereplője, ahol az indiánok saját maguk mondták el, tehát nem egy közvetítő révén, azt, hogy mi a problémájuk, hogy mit szeretnének, hogy milyen konfliktusokat okoz nekik ez a kultúraváltás. És Boglár a későbbi életében is sikeres vagy kevésbé sikeres kísérletek során, de magát ezt a fajta alkalmazott antropológiát, vagy ahogy ő hívta, akcióantropológiát, nagyon fontosnak tartotta. Ő 2004-ben halt meg, de tényleg máig úgy emlékszünk rá, mint a legfontosabb magyarországi Amazonia kutatóra, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük szépen az előadást. Nagyon megcsúsztunk az idővel, úgyhogy ha bárkinek most lenne gyors kérdése, még szerintem tegye fel, és aztán szólítanám a performance mestereinket, hogy mi is megcsináljuk a saját varime szertartásunkat az egész este végén. Szóval kérdés, ha van. Azon a kérdésem, hogy ha ezeket a maszkokat megcsinálják két hét alatt, ugye? Igen. Szóval, hogy dolgoznak rajta sokat, akkor miért nem tartják meg, és miért nem rakják el a következő szertartásra? De Boglár leírja azt, hogy igen, általában új maszkokat készítenek, bár hoz példát arra, hogy van, amikor újra festik ezeket a maszkokat. Tehát van, amikor újra festik, tehát megtartják őket, de az esetek többségében eldobják őket az erdőbe. És ő azt írja le, hogy ennek rituális háttere van, hogy egy ilyen vallási tiltás áll emögött, hogy ki kell vinni abból az emberi környezetből, ahol az indiánok élnek, valahova távolabb az erdőbe, ahol mivel természetes anyagokból van, ezért tönkre megy. De egy-két példát hoz ő is arra, hogy újra festik ezeket a maszkokat. Most az egy nagyon érdekes dolog, hogy mi van azokkal a maszkokkal, amik múzeumi gyűjteményekbe kerülnek. Van egy a Bécsi Néprajzi Múzeumban dolgozik egy hölgy, Claudia Augustat, aki pont ezt kutatta, hogy ma mi történik ezekkel a maszkokkal. Egyrészt turista tárgyakká is váltak, másrészt viszont bekerültek múzeumba is, és számos helyen ezek a maszkok rítusokat, ilyen komplex rítusokat most már csak nagyon kevés helyen állítok, még a 2000-es évek elején az őserdő mélyén még végeztek ilyen rítusokat, de most már egyre kevesebb van belőlük. Az az érdekes, hogy azok a maszkok, amiket eladásra készítenek, vagy turistáknak, azok már ahogy ő leírja, azok már nem szakrális maszkok. Tehát, hogy úgy készítik el őket, hogy azt már ne lehessen szakrális tárgynak tekinteni. Tehát azok megmaradnak, bár a maszkoknak valami fajta mintázatai, de vannak rajta olyan változatok, amik miatt azok profán tárgyak maradnak, és nem szakrális tárgyak. Köszönöm. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogyha nem ismételnék a maszkoknak az elkészítését, akkor a fiatalok nem tudnák megtanulni, hogy hogyan kell ezeket készíteni. Azt szeretném kérdezni, hogy a Boglárnak mi volt a legutolsó kutatása, amivel foglalkozott az élete végén? Hát a 90-es években járt többször a Vajanáknál, ekkor diákokat is kivitt magával többször, sőt, egy Vajana indiánt, egy Vajaman nevű Vajana indiánt is hozott Magyarországra. Ez akkor eléggé nagy hírt kavart itt Magyarországon. És akkor utána még egy botokúdó indiánoknál végzett egy rövidebb kutatást, de ezeket már igazából nem nagyon írta meg. Tehát ilyen kisebb cikkeket írt róluk, de akkor már igazából az oktatás, meg a tanítás, meg a diákok úgy lefoglalták az erejének a nagy részét. Illetve amit említettem, tehát hogy édesapja nagyon sok magyar migránsnak segített ott a 20-as években, meg a 30-as években Brazíliában, és az ő hagyatékát dolgozta fel, és azokkal a diákkal együtt, azok között a magyar leszármazottak között is kutatott Brazíliában, akik egykori magyaroknak a másod-harmad generációs leszármazottja volt. Már többségük nem is beszélt magyarul, csak magyar táncokat akartak tanulni, és valahogy az identitásukhoz fontos volt az, hogy ezt a magyar múltat valahogy felelevenítsék. Tehát ezt kutatta még. Köszönöm. De
láttam a naptárát, ami a halála előtti egy hónap időszakra be volt írva, hogy és megyek Brazíliába. Tehát annyira hitt abban, hogy ő még ki fog jutni oda, és meg terepmunkát fog csinálni. Elnézést, csak még egy dolog, hogy mi a múzeumi szakember vagyok, tényleg csak fél mondat, hogy ezekkel a maszkokkal tényleg, amit ön mondott, hogyha megsemmisítjük őket, akkor nem fogják tudni megtanulni a fiatalok. És hogy hol itt a múzeumnak a szerepe. Tehát, hogy mi a fontosabb, hogy a múzeum megőrizzen ilyen szakrális tárgyakat, és akár be is mutassa őket, és akkor a fiatalok ezt meg fogják tanulni, sőt a mai piaroáknak is fontos, mert hogy egy kulturális hagyományuknak valahol a része lesz, vagy kövesse azokat a nagyon szigorú szakrális előírásokat, amik ezekkel a maszkokkal együtt járnak, hogy meg kell semmisíteni őket. Tehát ezek nagyon nagy dilemmák a mai múzeológiai gondolkodásban is, hogy mit csináljon ilyenkor az ember. Cseh Tamás eldobja botját. Nem elejti, eldobja. Hajítja, veti, nem kell neki. Cseh Tamás eldobja botját. Nem kell neki. Hisz indián akar lenni. Úgy tűnik. Füst a szemben. Ezért nem látunk tisztán. Cseh Tamás eldobja botját, úgy tűnik, de nem ez az igazság. Más erők mocorognak a háttérben. Sokkal régebbre vezet minket a nyom, mely mentén a magyar indiánok járnak. A Bakonyi rezervátum újjáéledés. A Bakonyi rezervátum időkapu. A Bakonyi rezervátum lelőhely. A Bakonyi rezervátum pogány. A Bakonyi rezervátum a késő neolitikus tiszakultúra leszármazottja. A Bakonyi rezervátum újjáéledés, hisz a Krisztus előtt 5000-ben az Alföldön megtelepedett késő neolitikumban virágzó
Tisza kultúra búvó patakjának felszínre törésére, a magyar indiánosdi. Ez az igazság, csak tapad rá a por. Ez az igazság, hallgassátok meg, testvérek! A tollkorona jól fed, a fakés álcáz, de a sarló kilóg az indián kultuszból. Keresd a sarlót, keresd a pogány isteneket. Szegvár tűzkövesi idol. Hallgassátok a forrás, testvérek! Szegvár európai hírű nevezetessége az itt talált öt agyagszobrocska, melyek közül az első és a második a dr. Csalog József régész néprajzkutató vezetésével 1954 és 69 között megkutatott Szegvár tűzkövesi település E, illetve F házából került elő. Az első szobrocska a sarlós istennek is nevezett. A kezében tartott, vállára hajló, aratóeszköz, azaz a sarló után. Cseh Tamás áruhás indián. Lakott a Sioux törzsfőnök, mondták, de nem csak az. Lakott a Sioux törzsfőnök, de nem csak az. Szertartásvezető pap is. Papja a sarlós isten egyházának. A föld alatti szekta a Bakonyban tört fel. Indián ruhát öltött, de nem feledték őseiket, csak titkolták. Pedig gyökereik egészen a sarlós isten lábáig érnek. Cseh Tamás maga mutatta meg nekünk a jelet. Sarlóját égig emelte, miközben az egyház termékenységi táncát járta. A magyar indiánok a sarlós isten sarlójából fakadnak. Évszázadokig, évezredekig bújt a mozgalom. Tartotta magát titokban, hogy a 60-as években egy rövid ideig sarlóikon megcsillanhasson a fény. De erre már senki sem emlékszik, testvéreim. Az egyház tagjai visszakúsztak föld alatti tereikbe. Itt lejtik továbbra is táncaikat, lengetik sarlóikat. Nem akarlak megijeszteni titeket, testvéreim, de lehet, éppen alattunk is szeánsz zajlik. A sarlós isten egyházának szeánsza. A szekta él, de emléküket a bakonyi indiánokba belepte a por. A felejtés pora. Elvágtuk magunkat tőlük, indiánokról beszélünk, pedig ez csak a koszos felszín. Imád meg kell tisztítani, testvéreim, nagy vízzel. Öblíteni kell a bakonyi indiánokat, hogy a sarlós isten egyháza is felcsillanjon a tollak alól. Öblíteni, gyerjét tisztulást hozó eső. Esővel kell tisztítani. Esőt kell csinálni. Rítus kell ide.